És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, 13 perc. Jó reggelt kívánunk, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! És hello Feri! Jó reggelt, szevasztok, hello! Hello, bello mindenkinek, hát gyerekek, a változatosság kedvéért itt szakad az eső és borongós az idő, mi van otthon? Ja, pontosan ugyanez, szakad az eső és borongós, mert mi veletek vagyunk, azzal a különbséggel, hogy itt annyit ígérnek, hogy csütörtöktől az ünnepre való tekintettel, amikor mindenki ráér 4 napig, akkor havazás lesz az országban. Hurrá! Hát akkor irány, a szánkó pályák, elővenni a szánkókat, és aztán lehet csapatni a szánkóval. Egyelőre. Ahogy állunk lassan, itt is hóesés lesz, úgyhogy mi is veszünk egy ródlit, nem? Itt a bevásárlóközpontban, aztán hadd szóljon. Tényleg az az igazság, hogy itt Afrika csak nyomokban tartalmaz el a tavaszt megnyarad. Nagyon. Tehát, hogy egyszer-egyszer így kisüt a nap, de így reggel, korán reggel mindig azt kapjuk az arcunkba, hogy itt is mit tudom, egy kora őszi időjárás van. De aztán déltől igen, már jó, nem? Így van. Hát dél, szó, igen, de utána pedig este rettenetesen gyorsan lehűl a levegő. Tehát, hogy mindig azt veszük észre, hogy kimegyünk rövid nadrágba, illetve nem mondjuk térnadrágba, mert rövid nadrágba nem, de hogy igen, tehát, hogy nem vagyunk túlöltözetek, de azért térnadrágba nem megyünk ki, illetve rövid nadrágba nem megyünk ki, és aztán pedig hirtelen, hopp, mint egy varázsütésre, 10 fokot úgy lehűl a hőmérséklet, hogy utána mindannyian csak szipogunk. A sírástól. Így van. Mert kis ízék vagyunk. Kislányok. Jaj, gyerekek. Na. Olyan beteg dolgokat álmodtam. Igaz, hogy te is. Na, de én ennek örülök. Igen, te persze, is? Persze, mert ettől érzem, hogy valószínű, hogy kajáltunk valamit tegnap, szerintem Jani belehergelt egy ilyen kéteringes vacsorában, 6 órakor fönt a sátorba, ami egyébként finom volt. Hát nem volt azért rossz. Én nem szoktam már nagyon sokat vacsorázni, nem is szeretek sokat enni, de most úgy Jani már ugye 2-kor elkezdte mondani ebéd közben, hogy vajon mi lesz a vacsora, és addig mondogatta, amíg aztán bele szakadtunk egy ilyen 6 órás fönti tábor fölötti kéteringes vacsorában, ami egyébként nem is volt rossz, mert krumplipüré volt, ugyan porból, Feri, te azt kevésbé értékelted volna, mert porból csinálták itt a krumplipürét, de ilyen sülcsirke volt hozzá, különböző szósz, meg valamilyen hagymás krumpli saláta. Az. És ez szerintem engem tönkre vágott. Aha, igen. Én viszont külön menüt kaptam, és ezt nagyon értékeltem. Azt nem értettem, hogy miért annyira titokzatos a séf, amikor mondja, hogy nekem majd hoz valami vega kaját, csak szedjem össze, amit az asztalon találok, és akkor ő amellé majd rak vega kaját. Aztán rájöttem, mert hogy egy picit oda volt kapva. Igen, azt nem merték kitenni annyira. Szerintem azt nem tették ki, abból csak én kaptam. Nagyon szépen köszönöm a megkülönböztetett figyelmet. És de mi nem volt, amit kaptál? Valamilyen parajos bab. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy valami kis, igen, valami kis penót fel volt futtatva egy kis tejszínnel, és abba kevertek bele, vagy főztek bele babot. És nem volt rossz, de ami az igazán jó volt, az a végén a mágirakás. Végre, mágirakás-szerű. Hallod? Nem volt mágirakás. Nagyon nem volt igazi, persze, nem volt benne dió például, de úgy, hogy olyan dél-afrikai mágirakás volt. De tudod, az ember itt már kicsinek is örül. Én már valami térdigérő kőfalnak is örülnék, mert azt mondanám rá, ez egy vár Dél-Afrikába, és akkor kicsit, mert nekem már hiányoznak. Ez az ilyen típusú dolgok nagyon hiányoznak. Balázs, rá bíztak beszélni az édességre. Miért nem ülsz le, vagy mit csinálsz? Mi azért, mert ide van készítve már a zabom, ide van készítve a ristejem, ide van készítve mindenem. Állsz, hát ülj le, vagy menj el, amúgy ne álljál. Kiadta a Balázs az ukázt, hogy most csináljak neki is egy kis, hogy hívják ott zabot, mert hiányoznak neki az otthoni. Igen, a kiadtam az ukázt, az úgy szólt, nekem is csinálnál egyet, légy szíves. Tehát, hogy mondtam neki, hogy nem kell megalázkodnod, ismerjük már elég régen egymást. Na, kelj fel szépen a padlószényekből, mégsem így lássam már. Ne üleld a lábam. Nagyon jó ez egyébként, ez a beállítás most a Skype-on keresztül, mert pont mind a kettőtökből a felét lehet látni. Tehát, hogy Jani ugye fölállt a székéből, és elállt oldalra, ezért van egy fél Jánosom és egy fél Balázsom. Figyelj, de egyébként, ahogy nézem a képernyőt, és nézem most itt a Skype kapcsolatunkat, gyakorlatilag úgy néz ki így a fotó alapján, mint hogyha visszatért volna DJ-s Kuló. Nem? Egy laptop mögött állogálsz. Mint a DJ-s Kuló visszatért volna, egy az egybe lemezlovas külsőn van. Igen, gyerekek. Ebből a beállításból. Kígyó jött a szobába. Igen? Egy nagy ilyen de csörgő kígyó. Már eltűnt a gatyám, igen. De nem ebbe a szobába voltunk, hanem valami emeletes szobába. És ott volt egy angolna is. És mindenki nagyon félt a kígyótól.
és felhívtuk a kígyó szakértőt, hogy jöjjön, és Bodzoli? Nem. Kiefer Sutherlandet. Ja, de hülye tudom, vagyok, ha hogy kérdezed. De tudom, miért, mert tegnap ugye beszélgettünk a 24-ről. Felhívtuk Kiefer Sutherlandet, hogy jöjjön, és vigye el a kígyót, mert nagyon félünk tőle, és meg vagyunk ijedve. És rájöttem, miközben beszéltem Kiefer Sutherlandet, hogy be van rúgva. Aha. És ő már nem vállal a kígyó hatástalanítást. De csak részegen nem vállal, vagy józanon se. Én nem tudom, elmondta, hogy ő egyébként ezt már nem vállalja, de könyörögtünk neki, hogy jöjjön, és mindenki a falhoz lapulva állt, és olyan halálfélelem volt rajtunk, amit én már régen éreztem álmomban, nem mertük megmozdulni, mert tudtuk, aki meghal, vagy akit megmaradt, meghal, mert nincs ellenszérum. És a kígyó így a szoba közepéről egyszer csak kinyújtotta magát. Te várjál, telefonáltatok Kiefernek? Telefonáltunk Kiefernek. Igen. És úgy hallottam, Igen, hallottam rajta, hogy be van rúgva. No way. És kiabált mindenki, hogy jöjjön gyorsan, hatástalanítsa a kígyót, és mindenki a falhoz lapulva állt, és a szoba közepén a kígyó, hogy nyújtogatta a nyakát mindenkire, de nem tudtad, hogy mikor fog megmarni. És konkrétan emlékszem a halálfélelemre álmomban. És mondtam a többieknek, hogy Kiefer Sutherland részeg. És akkor kitört a pánik a szobába, a kígyó megette a siklót. Sikló is volt, nem csak angolna? Vagy angolna, igen. Angolna. Nem is úgy ette meg, hogy valaki mondta, hogy mi lenne, ha a kígyóval megetetnénk az angolnát. Aha. És a kígyóval megetettük az angolnát. És a kígyó a fejére csapott a kezével, és azt mondta, hogy jó ötlet! Nem. A kígyóval megetettük az angolnát, és ahogy a kígyó kiment az ablakon kívülre megenni az angolnát, kizártuk a kígyót úgy, hogy oda csíptük a farkát. Jó, kibabráltatok vele öcsét. Mi ez egy ilyen intelligens kígyó, hogy nem eszik a szobában? Tehát fogta magát és kiment? Hallod, de most tényleg. Valamiért kiment, igen, és az emelet... És az emeletes ágyon volt egy kisfiú, aki föltapadt a falra, így háttal a falra, és ő mesztelen volt. Nem én voltam az a kisfiú. Tökre beleillen a képbe. Emeletes ágy, mesztelen kisfiú, föltapadt a falra. Ez lehet, hogy te voltál egyébként, de hátulról láttalak. És akkor végül elmentek így, jó, de kiküldte Kiefer Sutherland a segédjét, aki egyébként az itteni gyártásvezetőnk volt. Tényleg? Ő volt a segéd. Igen. Na. Hogy feltört? Ő volt a segéd, és ő jött, hogy hatástalanítsa a kígyót, de addigra már nem volt nagy, és utána az egész, nem volt ott a kígyó, és az egész csapattal azt játszottuk, hogy ki tud nagyobbat beleugrani a Balatonba. De... Aha! Várja. És de mi a mértékegység ebben az esetben? A nagyobbat beleugrani, az a nagyobb csattanás, a ki tud nagyobbat beleugrani a Balatonba, és jött az egyik srác, aki felrepült, mint egy méhecske, vizet köpött a száján, és így fejjel berelepült a Balatonba. Aha. Erre én fölugrottam nagyon magasra, és igen? Még jobban belevágottam a Balatonba, és erre a csattanásra ébredtem föl. És te győztél. Igen. Hát gyakorlatilag a csúcsa hajtad abba az álmot. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki nagyobbat ugrott a Balatonba, de tudtunk repülni. Tudtunk repülni mindannyian, azok, akik az előbb ott voltak a szobában. Fölugrottam, és emlékszem, hogy nagyon belecsapódtam a Balatonba, igen? És a becsapódásra ébredtem, és rájöttem, hogy szól az óra. És az óra nem volt más, mint a Balatonba csapódás. Érted? Aha. De ez jó. Nekem nincsen ilyen csengő hangom, most egy kicsit nem kaptál ebből az italból szerintem, amivel a Balázs. Ez volt. A Balatonba csapódás, nem tudom, hogy megnyerte, viszont szólt az óra, és mind 5 óra 50 volt, és kicsit sajnáltam, hogy fölébredtem, mert már a repülés, meg a Balatonba csapódási verseny, az nagyon tetszett. A kígyós az nem. Az nem. De valószínűleg megnyertem, mert meg fölébredtem, kiderült, akkor ott vége van. Nem, kiderült, akkor hogy Kiefer Sutherland tényleg iszik, és nem csak meló. Kívül, hanem melóban is. De tudd meg, milyen volt, mikor az utolsó reményed fölhívod a kígyó befogót, és kiderül, hogy részeg, és nem tud jönni, és ott álltok a szobába, föltapadva a falra, és a kígyó, hogy mindenkire egy kinyújtja a nyakát, és ott állsz, és tudod, hogy meg fog marni. De nincs ellenszérum. És akkor hallod a másik oldalról, hogy és erre a rohadt bányos kifeszed, erre azt mondja, hogy igen, Bali, jövök és hatástalanítom, ne izguljatok, mindjárt ott vagyok. Hallom, hogy részeg, és mondom, hogy nem fog tudni kígyót hatástalanítani. Tudod, milyen drámai volt ez a pillanat? Figyelj. Ott lettél volna, de is ez az ott. De én ott voltam, de ott a felső ágyat. Ott álltam a kisfiúként. Érted, tök hideg volt, hogy tök messzes lett a sárga. Na mindegy, de szerintem a Balatonba csapódási verseny megnyertem. Az nem rossz. Az jól hangzik, hogy felrepültem, és így durván belecsapódtam. Azt nyertem, nem? Uh-huh. Megnyertem? Szerintem. Meg, hát ketten indultatok, te voltál a jobb, akkor megnyerted. Nem, én voltam a második, jöttek volna a többiek, és az első srác felrepült, mint egy méhecske, mondom, vizet köpött a száján, és egy fejjel előre belerepült, és mondtuk, hogy jó, de nem csapant akkor, és a következő pillanat dobantottam egyet, és így felrepültem nagyon magas, és így düböl belecsapódtam a Balatonba. De düböl? Düböl.
Atya úr is. A mi Gyulánk ott volt? Nem volt ott senki. Na, mert akkor tehát egy teljesen idegen csapattal mozogtam. De nagyon akkor jó viszont a Sió csatornát is ki kellett volna nyitni valószínűleg. Figyelj, és honnan tudod, hogy a Balaton volt? Biztos a Balcsi volt? Mert hogy a mert olyan magasról ugrott, hogy látszott a sziluett, tudod. Emlékszel? Nem emlékszel, Feri, az űralbumra? Az űralbumra, hogy apákom mondta neki? Látjuk, tudjuk, hogy hogy néz ki a Balaton felülről. Balázs olyan magasról ugrott bele, hogy látta, hogy ez nem a Velencei tó, vagy a Tanganyika. Azt beszéltük, hogy ide minden évben vissza kell jönni a Balatonhoz, és láttunk egy táblát kilógni a Balatonból, tudod, amikor árad a Duna, és lemész a rakpartra, és a tábláknak a felét látod már csak, mert elnyeli a víz. Igen. És egy ilyen tábla volt benne a Balaton, és beszéltük, hogy megnyílt a szezon, itt van most a Balaton, indítsuk a versenyt. És így indult a Balatonba ugró verseny. Aha. És tehát elhangzott, hogy a Balaton. Nem repültem fel olyan magasra, tehát nem tudtam, hogy a Balaton, csak emlékszem, hogy beszélgettünk. Akkor ez egy ilyen tradícióépítő, gyakorlatilag ez volt az első Balatonba ugró verseny. Igen, nem? És még aludtam volna egy kicsit, hogy én nyertem-e. Mert engem ez érdekel, hogy most megnyertem ezt a Balatonba ugró versenyt, vagy ezek még mindig ott, lehet, hogy még mindig ott ugrálnak? És azt mondják, hogy hol a Bali? Most már nem tök mindegy, úgyis csak a második hely a tét érted. Tehát, hogy végül is tök mindegy. Azt mondom, hogy mi a nyeremény. Azt nem volt nyeremény. Nem, mert hogyha ha körbehajozzák, akkor ugye kék szalag. De akkor te most milyen szalagot kaptál? Hát ez vissza kell álmodnod. A hírek alatt elmegyek, visszafekszem, hát ha még zajlik az ugróverseny. Akarom, nem érdekel, hogy hova ugrálnak, még mekkorákat, csak azt akarom tudni, hogy megnyerni. Mi a nyeremény? Nem, azt a végén mondják meg, ha megnyeri. Egy stilizált, kipirosodott popsi. Igen, ez igen, és emlékszem a becsapódásra, képzeljétek, hogy ilyen nagyon fájt, és ilyen nagyon erős volt, tudod, amikor bevágódsz úgy a vígze, hogy így megcsíp a víz, tudod. És ilyen nagyon fájt, és arra keltem föl abban a pillanatban. Na, ezt álmodtam. Nem lehet, hogy az órán aludtál? Valami lehetett, valószínűleg egyébként lehetett, még most is szól a szundim, tehát hogy nem, egyébként szerintem az a... Berezgett a hasam, az simán lehet, a telefonomon aludtam, és berezgett, és ugye ezt csomószor összeköttöm, ami történik. Figyelj, a külvilágban. Feri, azzal lehet egyébként összefüggésben a dolog, hogy ugye az ő alaka alatt van az a kis tavacska, és tegnap lefekvés előtt, mert elég későn értünk haza, és de azért még nyitottam még mindig az állatvilág szépségeire, megkerestük azt az ökörbékát, aki bent kurutyolt, illetve már nem is kurutyolt, mert egy ilyen földön túli hangot adott ki magából. Azt felveszem, az nagyon durva. Nagyon-nagyon durva volt, ott keresgéltük a lámpának a fényénél, vagy a telefonlámpájának a fényénél, és meg is találtuk, és egy ilyen irgalmatlan nagyra felfújódott, ilyen hatalmas béka volt, ott ült a lápnak a kellős közepén, ennek a mesterséges lápnak a közepén, és ő adta ki a hangot, körülötte pedig ott volt, próbálkoztak, a többiek próbáltak benne szerelmet gerjeszteni, de hát ilyen kis nyomorult hangjuk volt, viszont ez az ökörbéka, ez olyan hangokon kurutyolt, mondom, már nem is kurutyolás volt, hanem ilyen öblös, ilyen földön túl, ilyen, tudod. Ilyen, hogy hívják, ilyen a fenevad. Ez maradt meg bennem? És akkor valószínűleg ez lehet. De az ökörbék a hangjára arra mindig az van, hogy fenekes kell ugrani a Balcsiba, az hogy jön össze a kettő? Hát szerintem arról van szó, hogy ő locsant. Ő locsanhatott ott. Hol? Hát a békák, mert a békák ugrálnak, tudjátok. És szerintem a békák ugrálásának a locsanása az állhatott össze a fejedben. Egyfajta irigységgel vegyes, kíváncsiságból fakadó. Na mindegy. Írja már meg valaki, aki ott volt az álmomban, hogy megnyertem-e. Jó. Jó? Hát, ha valaki ugyanezt álmodt, és azt mondta, hogy... Várj, a déli part, Bali, vagy északi part, csak hogy tudják. Azt nem tudom. Bali, veled ugrottam a Balatonba, te hirtelen eltűntél, ez a felébredés, de utána már nem tudtunk olyan nagyot ugrani, ezért kihirdettünk téged győztesnek, de szomorú vagy. Gratulálok, nagyon gyorsan eltűntél a társaságból. Az eltűnés nem más, mint a felébredés, én akkor eltűntem a társaságból, de megírja, hogy utána még ugráltak, de senki nem tudott akkorát ugrani, és ezennel kihirdettek engem győztesnek. Ennyi. Engem csak ez érdekel már. Ennyi. Szerintem teljesen jó. Mégis csak az első ilyen verseny volt. Hát nem ilyen nap rendez az ember. Ki tud nagyobbat ugrani a Balatonba verseny? Így nem? Van. Jó? És kifejezve Szádelen pedig tényleg konzultáljon már valakivel. Menjen el valahol. És elvonóra leginkább. Jöjjön már le a cuccról, érted? Mert amikor kellene, sosincs. Figyelj, emlékszem konkrétan a kígyóra. Hogy tudod, akinek ilyen, amelyiknek ilyen csikos a farka, egy rázza és csörög, igen. Tudod is. Állítólag az elég cudar. Azért azzal összefutsz. A csörgő kígyó, nem? Ez a csörgő kígyó, igen. Te talányos voltál. Ja, hiszen csörög a farka, akkor mi lehet más? Soha nem álmodtok semmit? De hogy akkor kicsit hat után már kajálok, már Jani belerge vacsorákba, akkor mindig. Én egy volt középiskolás szerelmemről álmodtam 2 nappal ezelőtt, de nagyon rosszak voltak már a fogai. Oh. De tényleg.
Nagyon fura volt egyébként, mert nagyon kedves lányról van szó, nagyon-nagyon régen volt már, ugye, hogy belegondolok, Isten, ugye, sírok, és hát valamiért a fogai nem olyanok voltak, amilyenek kellett volna lenni, picit kevesebb biztos volt, sok picit, picit össze, biztos, hogy ez lehetett, meg a sok savanyú cukor. Igen, bebarnultak a fogai? Nem, hanem egy kicsit ilyen besárgultak, és düledeztek ide-oda, mint a, hogy hívják, mint a tyúkolnak a kerítése. Nagyon fura volt egyébként, mert addig örültem az újra találkozásnak, amíg rám nem mosolygott. És aztán gyorsan ébredj föl, mindjárt közelebb jön. De alapvetően kellemes álom volt, csak hát ez valamennyire így belerondított. Most én nem tudom, hogy mi lehet. De vajon mit csinál az agyad? Tehát, hogy mi? Álom közben, tehát ez már minden annyiféleképpen megfejtették, de hogy egyrészt nem láttam kígyót az elmúlt 3 évben, se 5 évben, semmi, csak a kígyó bemutató. 2, a Balatonba ugrálásról nem csináltam el, és a vadidegenkel voltam, és leginkább miért hívtam föl Kiefer Sutherlandet? Neked miért voltak sárgák a fogaid? Pedig ugyanazt csináljuk, szinte ugyanazt csináljuk minden nap Balázsal, tehát hogy gyakorlatilag nála a Balatonba ugrálás, meg az én sárgafogú ex-barátnőm, az gyakorlatilag ugyanaz lehet. Ugyanazt jelenti. Az a baj, hogy írták, hogy nem én nyertem, mert fejjel teliből vertem egy stopptáblát. Igen, nem én nyertem. Ambédös francban már valaki azt írja, hogy bocs Balázs, én nyertem, akkor nem nyertem meg. Óvd meg. De szerintem hívd ki őket, akik most írtak, és ma este álmodjátok újra a versenyt. Jó, ez jó, ez jó. Ma este folytatjuk, mert nem veszíthetek el, ki tud nagyobbat ugrani a Balatonba versenyt. Hát akkor figyeljetek, akkor én sem hagyom annyiba a dolgot. Aludj vissza. Hát, ha megcsináltatja már a Facebookon, igen. Megkeresem a Facebookon, és akkor gyorsan dobok neki egy mail. Ennyi év után jelentkezek újra, gondolom örülsz. Na, igazából hagyjuk is a rizsát, a mellébezt, hogy csináltasd már meg a fogait. Igen. Nem hallod, érted? Kérdez egy hallgató, nekem itt elég bajom. Kérdez egy hallgató, nem lehet, hogy a kígyót jól hallottad, és tényleg a szobában csörgött? Egyébként simán lehet. Simán lehet. Én a földszint fölött alszom egyet, tehát simán lehet, hogy éjszaka bemászott. Én meg ott hívtam a Kiefer Sutherlandet, mert minden közben tényleg ott volt a szobámban. A kígyó farkának a csörgése volt a telefon a csörgése. Az nem lehet, mert utána még volt a Balatonba ugró verseny. Ja, tényleg. Azt olvastam egyszer, hogy bármi, amit álmodsz, az álomban hosszúnak tűnik, de egyébként nem több, mint 7-10 másodperc. Uh-huh. Ezt hogy fejtették meg, nem tudom, agyi aktivitásokat mértek álmodó embereknél, mindig le kellett írni, hogy mit álmodnak, és kiderült, hogy ezek állítólagosan 7-10 másodperces álmok, amiket te egyébként ilyen baromi hosszúnak élsz meg, nem több 10 másodpercnél. Ez milyen furcsa. És mennyi minden belefért. Hogy mennyi minden belefér egyébként, de ezek ilyen kis villanásszerű, ilyen kis flesszerű álmocskák, és agyi aktivitásból nézték, hogy 10 másodperc, aztán csönd, aztán megint jönt valami, megint egy agyi impulzus. És ezek maguk az álmok egyébként, de nincsenek percig tartó álmok, amiket te érzel mondjuk, miközben álmodsz. Ez egy rohadt hosszú álom. Nincs ilyen. Tehát kifelszed el, de 1 másodperc csörög, kígyó, hogy telefonál, ugrik, fölébred. Ez nagyjából így fejlő. Ez valahogy összekérem. Ez nagyjából így volt. Tehát ennyi volt, akkor a következő. Jövök, nem jövök, edd meg, nem, ugrás. Nem, először bejövök. Plocs! Tehát, hogy ez volt. Kb. Ez tudja az agyat produkálni. De akkor ezért nem volt több versenyző, nem fér bele az időbe, ezért ugrott a csapat. Nem, ennyi. Mondták, hülye vagy Bali, ugráljál, úgyis mindjárt megszól. Kész vége! És mindenki fölébredt. És ebben a pillanatban mindenki fölébredt. Na, hát ez van. Ó, Istenem, na mindegy, gyerekek. Balázs sajnos kizártak a versenyből. Nem. Hová tűntél? Figyelj az esemet. Hová tűntél, Bali? Nem láttad a legnagyobb csobbanást. Második lettél, mert én nyertem. Nagyon jó. Aláírás mukkandó. Jó, igen. Ő nem volt ott. Vadidegenek voltak. Na mindegy. Feri, neked semmi álom? Soha? Én nem tudom. Én ezeket mindig kihagyom. Szerencsés vagy. Te csak alszol. Sem. Én lefekszem, alszom. Ennyi. De lehet, hogy van, mert azt mondják, hogy mindenkinél van álom, csak nem emlékszel. Igen, csak nem emlékszel. Tehát, hogy én már annyira a korom végén vagyok, tudod, ez már szenilitás teljes megnyilvánulás, hogy már azt is elfelejted, amit álmodtál. Nem tudom, de soha nem emlékeztem rá. Nem, te úgy van, hogy lefekszel, és elfelejtetted, hogy lefeküdtél, elkezdesz álmodni, de az álmodban már nem ismered önmagad. És mindig úgy álmodsz, hogy ki ez az ember, akivel ez történik, de nem tudod, hogy te vagy. Na jó, de akkor is emlékeznék, nem? Nem emlékezhetsz, mert mire felkelsz, már azt is elfelejtetted, hogy álmodtál valaki olyannal, akit nem ismertél, hogy kicsoda. Az anyja jó Isten. Ez szép megfejtés volt. Meg még mindig ugyanarról álmodsz, amiről egyébként ébren is. És akkor tudod, hogy lefeksz, és kolbász. És azt hiszed, hogy ez a valóság. És ezért nem tudod beazonosítani az álmot. Tehát mindig azt gondolom, hogy hajnali 2-kor kint voltam kolbászt enni, holott csak álmodtam. Ennyi. Figyelj, a túl tiszta álom az mindig megzavarja az embert, és azt hiszed, hogy valóság. Uh-huh. Tényleg így van. Igen. Nem lehet, hogy, ugye, hát erről már beszéltünk. Most is álmodsz? Hogy ez az, ez, igen, most ez. Tehát, hogy azért nálunk történik egy-két olyan dolog, ami nem túl tiszta,
És akkor lehetséges ez a... Ja, nem. Hát látod például ezek az élmények, ökörbékát nézünk hajnalban Balázsral. Érted, egy tópartján. Most, hogyha ezt tudjálnám... Igen, lehet, hogy az már a feri álom. Az maga az álom volt. Azt írja valaki, hogy ma csúszda és lángos evő verseny lesz, várunk, Bali. Jó, megyek. Hánykor kezdődik, azt kérdezd meg, hello. Hát nehogy, nehogy lekés. Én csak ilyen éjfél körül tudok csatlakozni, vagy fél egy körül tudok csatlakozni. Ha előbb kezditek a csúszda és lángos evő versenyt, akkor az nem jó. De viszont akárhogy nézem itt az SMS-eket, nem találom az ex-barátnőm fogtechnikusának az SMS-ét, hogy még hogy rááll a melóra. Hallottam az adást, Csani megcsináltatom. Ilyen SMS nem jó. Na jó, hogy állunk a játékkal? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Tegnap egy nagyon erős játékkal nyitottuk a hetet, és bajban vagyunk, mert ugye 3 napos a munkahét, tehát 2-t most meg kéne nyerjünk. Én játszottam egyébként, de kiváló volt a játékos. Elgaloppoztuk az 1 percet, és ő mi nyert. Van, hogy ez az egész kamu, amit most mondott, és ezt álmodta a Feri, látod? Aha. Ilyen egy tiszta álom. És egyébként meg nyertünk. És mi van, ha most teremtettek bennünket az összes emlékünkkel együtt? Nincs, nem is vagyunk, csak leültünk rádiózni, és azt hiszük, hogy álmodtunk, meg itt vagyunk Afrikában, de nem, hiszen most ebben a pillanatban csinálottunk az összes emlékünkkel. Tényleg? Egy... Hát van nekem most így van egy-kettő a tudatomban, miért rohadjanak már meg. Na jó van. Oké, lehet jelentkezni játékra, jó? Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne, akkor írjon nekünk SMS-t. Jó, közlekedési híreket is várunk, elkezdjük a reggelt, fél hét figyelsz, most kígyó! Fél hét most pontosan 4 perccel, jövünk Ákos hírei után. Balázs, Feri, Jani, Manny, Afrika! Morning Show. Jó. Másfél hónapon keresztül. Yes, so élőben. Dél-Afrikából. Am I gone radio titua? És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 10 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jan. Sziasztok! Jó reggelt! Drága hallgatók, 10-es út sorvége Pilis-Vörösvárig tart. Köszönjük az út és vasút felújításoknak, Zsozsó küldte nekünk. M3-ban szakad az eső, 86-os kilométernél kamion az árukba, helyszínelés folyamatban Pest irányába. 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk, mi pedig valakivel már is jártunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, Lilla, jó reggelt! Sziasztok! Halló, Lilla, lehalkítod a rádiódat? Igen. Köszönjük. Nagyon jó, sokkal jobb így. Honnan hívsz minket, Lilla? Szombathely mellett lakunk. Aha, aha. Jól van, és mit csinálsz? Hát éppen most viszem a gyerekeket iskolába. Szegények. Szóval többen vannak. Még egyszer légy. Szóval többen vannak. Hármat. Azt a mindenit. Négy van, csak egyik már nincs velünk. Jézus! Lilla, kivel szeretné játszani? Én a Ferit szeretném. Szuper jó választás. Már csak azért is, mert tegnap este én azt álmodtam, hogy én játszottam hétfőn, de Balázs játszott. Igen. És ki is mondtam a tiltott szót. Hát remélem, a Feri is kifogja. Na, meglátjuk. Figyelj, Lilla, Jani. Azt mondja, hogy egy pillanat. Azt most nem hiszem el. Amióta a szerkesztők Laci belenyúlt a telefonomba, állandóan 2 kódon keresztül kell belépnem, és nem tudom gyorsan. A zene pont 1 percig tart, János. 3, 2, 1. Tessék! Kámi vagy Lilla? Lilla! Halló! Kámi vagy? Szombathely melletti Kám? Nemesbőd. Nemesbükk? Bőd. Nemesbőd. Nemesbükkön lakik az anyósom, tudtad? Lilla! Hallak. Válaszolsz? Próbálkozom. Mivel foglalkozol, Lilla? Mi családi gazdaságba dolgozunk. Állattenyésztés? Tojásosok vagytok? Állatok is vannak. Tyúkok, sertés. És akkor eladjátok, ebből éltek? Hát, nehezen. De ebből éltek? Ugye? Ebből. Csináltok kolbászt is?
Folyamatban van most. Mondjatok valamit, gyerekek! Mondjatok valamit erre! Hát, hosszú-hosszú várakozás után jöttek azok a mondatok. Tulajdonképpen már a passzivitás határán volt ez az egész, Lilla, az kell, hogy mondjuk. Rosszul hallak az, az igazság, mert legyünk Ausztria felé, és közben itt olyan rossz a térerőm, pedig megálltunk. Váltsatok szolgálatotok. Jó. Hát ugye, gyerekek, mit csináljunk? Közben így megszakadozott, aha, és azért pedig készültem, verset is írtam. Még akár igazat is mondhat. Igen. Jó, megadjuk, de nehezen adjuk meg. Jó, Lilla, megvan az ajándékcsomagod. Gratulálunk neked. De. Azt nem mondom, hogy ügyes voltál, de megadjuk, jó? Köszönöm. Afrika valami dengiláz elkapott? Nem. Csak azért, mert kaszakert van. Semmi összefüggés nincs. Semmi az ég egyet a világon. A jó szívünk meg a kaszakert között, de ettől függetlenül. Megadjuk. Á, jó, legyen. Köszi, Lilla, a játékot, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Á, gyerekek, az az aranyszívünk, komolyan. Az fog a sírba vinni téged. Igen. Nem kellett volna, hogy passzív volt, vagy most mi volt? Hát, most nem, innen nehéz megítélni, mert ugye van egy kis csúszás azért. Brutál passzív volt? De nálunk nincs csúszás, tehát mi ketten játszottunk, én Budapestről, ő Szombathelyről, itt nagyon nem volt csúszás, de figyelj, így döntöttünk, akkor jó, megadtuk, ezzel mondjuk elbuktuk a hetet is, tehát 2-1 Magyarország, Afrika. De nem kellett volna jó szűnek lennem. De most... Nem, mert tudod, a passzív, aki tényleg meg se szólal, ő azért így küzdött, meg így mondott dolgokat, nyögve nyelve, de talán a súrolta csak a passzivitás határát, de erre meg szoktuk adni. Persze. Az az értékítéletem, vagy most mi van? Nem. Ne, csodálatos férfi nem. vagy. Meg egyébként is kimondta, hogy nemesbőd, azt mondta, hogy ja, te ráadásul már csak a jó indulatunkban írja egy hallgató, igen, köszönjük szépen az SMS-t. Jól van, megadtuk. Jó, bukhatunk egy hetet, egy csonka hetet belefér egyébként. Hát ha elmegy a kedvük a játéktól a végén, ha mindig román nyerjük magunkat, nem? Kell valami, hogy ők is nyerjenek. Elvesztik a lendületet. A mézes magzag, ugye? Na jó van. 7 óra van pontosan, illetve még nem, 5 perc múlva lesz, várunk friss közlekedési híreket. Jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, Meni, Afrika! 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hallgatok. Itt vagyunk, és hát ahogy szoktam volt mondani, friss közlekedési híreink is vannak. Hallgatóink, mint minden reggel most is elküldtek nekünk néhányat. Erzsébet fasor szinte lépésben halad csak. Nem tudom, a többi autós azért nem megy, mert együtt érez a Lufthansával, kérdezi is István. A budafoki már most arra szól a Lágymányos híd felé a Hangermalom úttól. Ezt Emma küldte nekünk. Köszönjük szépen. Zalaszentgyörgyön a kocsmánál megszomjaztak a rendőrei, mérik a sebességet, és nem csak a kólát. Üzeni nekünk Zolika. Az M3-ason a 204-es és a 205-ös kilométer között mérik a Budapest felé haladókat a rendőrök, üzente Pisti. Solymáron halálos gázolás a zebrán, te jó Isten. Feltehetőleg egy teherautó, mindenkit kérek, inkább késsen 10 percet, de nevezessen úgy, mintha autópálya lenne. Költöztető Laci kérte ezt tőlünk, köszönjük. Laci, az M3-as 94-es kilométerénél mérnek egy Skoda Oktáviából, Geszti papa üzente, és Zala hápra a Tapolca felől, aki befut, az figyeljen, mert a Tapolca felől érkezőket mérik egy rendőrautóból, ráadásul itt 40-es tábla van. Halásztelekről Csepere vezető út nagyon be van dugulva, nagyon lassan arra szólunk, ezt is SMS-ben kaptuk. Aztán csak, hogy mennyire nehéz igazságot tenni egyébként a játékban, ugye volt 7 óra előtt egy játékosunk, aki most vagy passzív volt, vagy a gyerekekkel volt elfoglalva, vagy eljátszotta, hogy hallott minket, vagy tényleg mindig hátra nyúlt a gyerekekhez. Csak, hogy mennyire mindenki máshogy látja, ez a játék nem volt passzív, azt mondja, hogy micsoda, nem passzív volt, nem mondott semmit, térerő volt, hiszen hallottuk, nem érdemelte meg, kár volt odaadni, üdvözlette Balázs. Aztán valaki azt írja, hogy adható volt, én azóta hallgatlak titeket, mióta Klassz FM vagytok, ettől passzívabbaknak is adtatok már ajándékcsomagot, mellette szóljon, hogy 4 gyereke van, és rájuk is oda kell figyelni az autóban, írja nekünk egy másik hallgató. Tehát, hogy baromi nehéz igazságot tenni egyébként, tényleg.
Most megadtuk, sokan írják, hogy nem kellett volna. Jó, hát legyünk már nagy lelkűek. De vissza már nem vesszük be, vissza nem vesszük. Igen. Tibi kérdezi, jó reggelt, ha kiszállok az autóból és pofán verek egy-két kivilágítatlan kerékpára gyereket szállító biciklist, agresszívnek számítok? Nem, nem, jogos, én nem. Adom. Én adom. Ne, a gyerek előtt ne, kérd el a címet, keresd meg őket. Jó, igaz. Ez igaz. De van ilyen, tényleg? Van, te el nem tudod képzelni, hogy mi van, de komolyan. Most ma reggel a Hungárián jöttem, és a Tököli útnál is van egy nagy felbontás most éppen. Egy gyalogos, szerintem bácsi volt, mert ugye még sötét volt, nem nagyon láttam semmit, egy gyerekkel, amit nem nagyon értek, hogy 5 óra 40-kor hova megy a gyerekével, vagy unokájával, már nem tudom, de hát nyilván sietni kellett. Úgy, hogy nekünk telezöld, mindenki megy szépen sorban, mondjuk csúszott, esett az eső, úgy ment le az autók közé, így szlalomozva, hogy ő majd át kell, hogy nem hitted el. Mindenki dudált, egy ketten kiordítottak, hogy normális, vagy hogy a gyerekedet átrángatod a menő sor között. És így tényleg nem érted, mert 5:40 volt. Szerintem az az egy perc, amíg jön a zöld lámpája, az még pont belefért volna. Idősebb bácsi volt? Hát amennyit láttam a sötétben ott az autók lámpájának fényénél, szerintem igen. És akkor egy ilyen... Nem, nincs veszélyérzete valószínű, és magával rántotta a gyereket is, ez lehet. Óriás felelőtlenség. Igen. Na, de vissza Tibi SMS-ére, akkor nem. Akkor nem baj, ha kiszáll és megver néhány biciklis, nem? Főleg, hogy nő, megadhatjuk neki. Tegyen csak rendet az utakon, nem? Egyébként igaza van, mert ha elütötte, vagy a hülye. Bizony. Te viseled a terhet, ugye? Neked kell így leélni az életedet. Ő miért nem tud fölrakni egy ilyen 600 forintos lámpát, ami villog? Vagy egy fényvisszaverőt, ami nem is kerül pénzbe, mert az csak amikor megvilágítják, abban a pillanatban ugye visszaveri a fényt, és világít. Nem sokat fogyaszt emlékeim szerint, bár régen eljöttünk már otthonról. Ilyen ne világítottatok. De hogy tényleg nem is értem. Ráadásul kötelező is, a fény visszaverő kötelező is, és valóban az van, hogy nem csak azt az illetőt fogja elütni, aki ugye biciklizik, hanem egy gyereket is. Tehát, hogy a saját gyereked életét veszélyeztetett 600 forintért, amit mondtatok, hogy 600-ért már lehet kapni egy villogót. Hát igen, nem hiszem, nem is biztos a pénz egyébként, hanem hogy egyszerűen csak így nem gondol bele, vagy azt gondolja, hogy vele úgyse történik semmi. Tudod, nem hiszem, hogy ez konkrétan a spóroláshoz szólna. Hát pedig előbb-utóbb fog, sajnos. Igen. Hát ha nincs kivilágítva, akkor egészen biztos. Nagyon jó kis zabot csináltál, egész tehetséges vagy. Egész tehetséges. Elindítottam ezt a zabőrületet, most már te is zabot eszel, és nagyon jót csináltál. Iza. Az eper íz, ez kicsit fura bennem, de egyébként nagyon finom. Igen, igen, egy picit úgy érzem, hogy túlnőttem rajtad. Korábban én voltam a Padawan, és te a Jedi mester, de fordult, most már lekardozlak, öcsém. Ezt tudod, mit jelent most. Úristen, el kell, hogy pusztítsalak. Nem, azt jelenti, hogy minden reggel te csinálsz zabot. Ja. Minden reggel, amikor magadra gondolsz, és magadnak zabot csinálsz, akkor ne felejtsd, hogy van még valaki, akinek nagyon ízlet ez a kis zab. Ezt itt vetted, vagy az otthoni? Is. Tehát, hogy még volt otthonról hozott kis biozabom is, meg itt is vásároltam egy ilyen gyors zabot, és akkor a kettő mixtúrájából jön elő ez a hogy meg? Kombó. Hungrikánsz. Bámulatosan sejmes íz a Hungrikánsz. Egyébként, én... Jani, hogyha le akarod rázni Balázs zabevését, akkor nagyon egyszerűen mutasd meg neki azt a dobozt, amit itt vettél. Balázs, ugyanis szólok, hogy az egy instant zab, amit a Jani belekever, mond neki ezt, hogy az, és hogy tele van mindenféle káros összetevővel a szárított málnadarabok miatt. Az biztos, hogy van benne káros összetevő, mert érzem, mert amiben eper van, abban nincs valódi eper, ez eper aroma, tehát ez valamilyen E betű szám, ezt a Gábor tudná, de ez egy eper aroma, ettől függetlenül ez nagyon-nagyon finom, meg nagyszemű, meg jó puha, meg abszolút mondta jó. Is egyébként közben, hiszem, hogy tele van mindenféle káros anyaggal. Megettem, kiváló volt. Az eperért, az eper ízért kár. Ne egyél, Jani, majdnem megeszem mindet. Az eper íz egy kicsit elvitte sajnos. Az igazi eper lenne, akkor örültem volna jobban. De így ez az eper aromával nem tudod kiszedni belőle az eper aromát? Szerzek igazi epret is, mert itt van egyébként. Van. És akkor majd nem olyat keverünk bele. Igen. Aha. De akkor nem félsz, hogy elpusztítalak? Tudod, hogy Anakinak is el kellett pusztítani Obi-Want. Hogy ellenem fordulsz? Így van. Hát, érted, most átálltam az erős sötét oldalára, a mesterséges eprek oldalára. Az, hogy megyünk, egyszer csak váratlanul félbevágsz majd egy fénykarddal. Figyeljetek, nem fogjátok egyébként elhinni, nem, hogy hívják, hogy a hátulról leütlek egy zabos dobozzal. Igen. Hogy itt akkora kultúrája van a zabevésnek, hogy az valami hihetetlen, hogy ha elhinném azt, hogy mondjuk ez érdekli az ország még túlnyomó többségét, vagy legalábbis a Morning Show hallgatók jelentős részét, komolyan mondom, fölraknék egy képet a zapsorról,
a helyi, hogy hívjákból, hipermarketből, mert megdöbbentő mennyiségben fogyasztanak, megdöbbentő mennyiségben van, palettán, ízesítéssel, ízesítés nélkül, ezerféle zabot lehet itt kapni. Tehát, hogy itt én nem tudom, ez egy zabevő kultúra. Komolyan. Mert örültek, üldözted az antilopot évezredeken keresztül, próbáltad összeszedni a kis magvakat. Ahhoz kellett a lassan felszívódó szénhidrát. Na ez az. Ez, és végre érted, megjött a nyugati kultúra a zabbal, hát persze, hogy örülnek neki. Nem kell vadászni, nem kell gyűjtögetni, ott van a zab, leveszed a polcról, te is örülsz, nem? Figyeljetek. Tehát mi most nagyon örülünk neki egyébként, ez egy óriási felismerés volt. Igen. Azt hittük, hogy itt nincsen. Vagy hát legalábbis kevesebb. Aztán sorok vannak, tényleg három emeleten keresztül végig, csak különbözőféle zabok. Csak mondom. Nyilván ennek a fele totál szemét egyébként, mert amiben marakuja aroma van, meg narancsaroma, meg datoja aroma, az mind porból van, tehát azokat nem szabad megvenni. Egy részük azért itt terem, tehát hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt döbbenetes mennyiségben termelnek gyümölcsöket. Tehát, hogy oké, eper nem biztos, hogy van annyi, de egyéb ilyen-olyan gyümölcsök szállított formában szerintem előfordulhatnak, mert hihetetlen mennyiségben vannak itt mindenféle olyan gyümölcsök, amik nálunk nem. És ráadásul olyan kínálat van tényleg a helyi hiperben, hogy csak mondom, hogy tegnap ugye a tévéséf Z is elment, és ő már eleve úgy ment oda, hogy korábban vásárolt már, tehát volt már Afrikában, és vásárolt már helyi hiperben, és azt mondta, hogy teljesen egyértelmű, hogy oda megy, és be fog vásárolni, mert hogy hozzánk képest kb. Háromszor annyi termék van. Fura, úgyhogy úgy mi is egy kicsit újra gondoljuk ezt a szegény afrikás dumát. De közben egyébként meg itt van a nyomornegyed, 5 perc a várost, és mindenki stoppol, mert nincs pénzük autóra. Tehát ugyanakkor szegények. Még Dél-Afrika még talán kevésbé. De hát itt egy akkora nyomornegyed van tőlünk 3 percre, nem? Hát csak a fedősztori, öcsi. Az is lehet egyébként, igen. Na, egy érdekes témát találtunk így 7 óra utára, és szerintem ez mindenkire vonatkozhat, mert gyermekkorában mindenki talán telefon betyárkodott egy kicsit, vagy legalábbis eljátszott a gondolat, hogy milyen lenne fölhívni a szomszédot, az alattunk vagy a fölöttünk lakót. És szerintem nyilván itt is arról van szó, hogy telefonbetyárkodás történhetett, mert hogy 2.230.000 hívást regisztráltak május 19-e óta az egységessé vált 112-es európai segélyhívóra érkező bejelentések fogadására. Gyerekek! Hogy azért az nem nagyon, egy kevés nagyon komoly szám. Nem? 2.230.000 hívást regisztráltak, és kiderült egyébként, hogy ennek a 72%-a értékelhetetlen hívás, mellétárcsázás, unatkozó gyerekek, telefonbetyárok, akik próbálták a 112-t egyébként viccből felhívni. 72%-uk értékelhetetlen. Ami azt jelenti, hogy vagy annyira izgult, hogy nem tudta elmondani, hogy mi a baj, és ezért lett értékelhetetlen, vagy valójában tényleg egyébként nem igazán rászoruló telefonált, hanem az, aki szórakozott, telefonbetyárkodott, vagy üzenetet próbált hagyni, vagy valamilyen más számmal keverte össze egyébként a 112-t. Azt nem tudom, hogy ez Magyarországon 2.230.000 május 19-e óta, vagy mondjuk Európában. Igen, mert ha Magyarországon az napi, gyorsan kiszámoltam, hát körülbelül, de 15.333 hívás naponta. Az nem annyira reális. Az nagyon sok. Ugye én azt számoltam, hogy június, július, augusztus, szeptember, október, ezek egy 30 napos átlaggal számolva, elosztva az 15.333 hívás, tehát azt szerintem nagyon sok. Vagy ennyi baj lenne Magyarországon naponta, amikor mentőt akarsz hívni, rendőrt? És azt mondják, hogy nem, ez nem a mi asztalunk, hívja, kérem. A 112 nem mond ilyet, ő azonnal tovább dob téged, ha jó dologgal hívod, de ha azzal, hogy te telefonbetyárkodsz, azzal nyilván nem tud mit kezdeni, de ha te azt mondod, hogy neked mentő kell, vagy rendőr kell, akkor ők ugye dobják tovább a hívást azonnal. Uh-huh. Az egy nagyon jó dolog egyébként, és ezt jó, hogy kitalálták, hogy egységesítették a dolgot. Tehát ez a 104, 107, 105, 108, 103, nem? Ott állsz éppen riadtan, ég a házad. Az bujocska. És akkor, igen, csuri. És akkor szépen végighívod az összes számot, mire eszedbe jut, hogy valójában kit kell hívni. Az egy jó dolog, hogy az ez jó. 112 lett. Én nem hívtam. Én nem hívtam még egyelőre, hála jó Istennek, nem volt rá. De te mindig megnézed, hogy leég a szomszéd háza videóban. Nem hívod. Soha nem hívod a 105-t. Csak előveszem a statívot, rárakom a kamerát, persze. De hogy ez hogy történik egyébként, hogy így felhívjuk, oda csörgünk, és akkor a többit ezt ők így intézik a különböző szakszolgálatok felé, tehát hogy a rendőr kell, akkor ő hívja a rendőrt. Nem tudom, mert mondom, én nem hívtam. Még nekem nagyon szimpatikusan, hogy ez a történet tényleg, mert ez az egységesítés, ahogy ezt te is mondtad, illetve tudjuk is, hogy ez egy tök praktikus dolog, de akkor ők hívják.
És nincsen már olyan, hogy betelefonálok és adott esetben ugye el kell kezdenem így diagnosztizálni, mint ahogy régen volt. Mert amiben biztos ti is belefutottatok, én is belefutottam, hogy felhívtam ugye mentőket, és akkor így elkezdték firtatni, hogy valójában mi is történt, hogy miért nem a pulzust, milyen a színe, a szemefehérje, akármi, van-e hidegveríték, vagy meleg az a veríték, lázas. Nyilván nem azért csinálják, hogy megnézzék, hogy van-e orvosi diplomát, tudom, hanem tudom, hogy felmérik, hogy nagyjából mi lehet. Tudom, de néha azért zavarbejtő kérdéseket tudtak feltenni. Ennyire hívtad a mentőt? Egy élményed van? Hát volt ilyen. Tényleg? Volt ilyen. Aha. Egyszer nem kellett még mentőt hívnom. Hát azóta már nem hív segítek senkinek. Én nem hívom mentőt, csak hagyja engedni. Igen. Na, de hogy klasszikus telefon betyárkodások, ugye ez egy érdekes dolog, hogy gyerekkorában mindenki csinált ilyet, vagy hát mi legalábbis csináltunk ilyet, de gondolom ti is. Tehát voltak ezek a klasszikus telefonfülkék, ugye, amikor is te bementél, és ott lógtak még ezek a nagy, vastag telefonkönyvek, amit te fölütöttél. És emlékeztek még, hogy 2 forintossal vagy 5 forintossal te tudtál telefonálni. Uh-huh. Én még 1 forintossal is. Bizony, arra nem emlékszem. Nekem már csak a 2 forintos és az 5 forintos van meg. És ugye ezekkel te végighívogattad a telefonkönyvben található neveket, a K betűnél, a H betűnél, mert hogy mindenkinek ott volt a neve, aki beregisztrálta saját magát. Jött a szám, hogy 1 6-jegyű szám, vagy először talán nem is volt 1-es, csak 1 6-jegyű szám, aztán jött az 1-es, aztán jött a 3-as, meg mit tudom én, a 4-es elé. És szépen elkezdtél telefonálgatni a volt pénzed. Hát az, aki nem hívta fel valamelyik kis lakást, hogy cseréljen nagyobbra, az nem is élt igazán. Az, igen, az nem is volt gyerek. Az már az anyáinknál is egy ilyen elcsépelt rossz duma volt, nem? Tehát, hogy kis lakást cseréljen nagy. Ezen nyomultatok? Hát ezzel mindenki nyomult szerintem. Ez fejlődés fog, ez volt a beszálló szint. És ebből csak ez volt a beta verzió. Így van, pontosan. Gondold el, aki akkor kis volt, vagy hát most is kis és matávos sima telefonja volt, hogy hányszor hívhatták föl egyébként, hogy kis lakás, nem? Így van. És akkor cseréje. Felvett, ez beleszült. Na jó, van, most megtakarodja a nyárba. Kisfiám, hát hogy beszélhetsz így le? Jaj, mama, bocsánat, nem csak valami hülye gyerek, már hívok. Hogy mi okozott akkora örömet igazából? Mindig azt csináltuk mi, hogy mi taxit hívtunk. Tehát nekünk az volt a kedvenc elfoglaltságunk, telefonbetyárkodás, ami hívtunk egy taxit, bemondtuk a tesómmal, hogy hol lakunk, és néztük, hogy a taxis teljesen tanácstalanul köröz, körbe megy, vár, és kaján vigyorral az arcunkon, az erkélyen értékeltük, hogy ott van a taxi, amit hívtunk. És egy akkora örömet okozott egyébként, hogy a taxis egy ideig várt, majd elment. Akkor hívtunk egy másik taxit, megint kijött a taxi, várt, ott volt, várta a címet, tehát akkor még nem volt ez, hogy telefonon, mobilon felszólnak, hogy itt a taxi. Rohadékság volt. Nem kellett megadni a számotokat? Ne, akkor még nem volt. Aha. De elmondtad, hogy mit tudom én, mint hogy Lajos utca 112-be szeretnél egy autót kérni, nem kértek számot, akkor még ez így nem volt. Nem volt a diszpécser, aki visszahívott. Egyszerűen csak bíztak benne, hogy te ott leszel. És akkor ott volt a nyomorult taxis, szegény kémű jött, és akkor ott várt. Mi meg lestük az erkélyen, és ha nagyon bátrak voltunk, megdobáltuk Zizivel. Tehát ugye... Aha. Hát gratulálok! Ez volt a csúcspont. Ez volt a csúcspontja, amikor a tesóm kétett, hogy Zizivel vagy Dunakavicssal dobáljuk meg a taxist, aki egyébként lehet, hogy már 5-5-ször jött ki erre a címre, és várt, de mindig más címre mondtuk. Terinkén megint így senki, ráadásul a jég is elkezdett. Ráadásul Zizi esik az égben, nézd már, milyen helyen laknak ezek rész, Máura. Úgyhogy ezt csináltuk. Ti mit csináltatok telefonbetyárkodás néven? Csak a kislakás érjen nagyobbra, szuszogás, belepiszmogás. Mi a full értelmetlen csináltuk, ami azt kedveltük nagyon, hogy beleszóltál, és akkor belemondtál gyorsan, elharapva a mondatnak a végét, cserélj nagyobbra, rácsaptad és elszaladtunk. Mintha bárki is, egyébként érted, most 18. kerületbe bementem a telefonfülkébe a haverémmal együtt, alig tudtuk magunkat beszuszakolni, 3-an, 4-en, mindenki iszonyatosan adott, röfögve, röhögött, érted, alig bírta visszatartani a izét, a felbugyborékoló nevetést, és akkor így a legbátrabb azt felvette telefon, tehát és maradj csöndben, figyelj, már vászik, hallod, most, figyelj, halló, kislakás, ilyen, akkor cseréljél nagyobbra, és csináltad, együtt hallod, visszarakta a telefon, és elszaladtunk, és mindenki ezt, ahányan voltunk, annyifelé szaladtunk, mint hogy ennek bármiféle jelentősége is lett volna. Ugye, mert azt gondoltad a telefon betyárkodásnál, hogy elkapnak, tehát a rendőrség kimegy, és megtalálja, hogy te honnan hívtad, ez talán most már hallottad a kékfénynek a szignáját, igen, de soha nem kapott el senki. Igen, de hogy tulajdonképpen, te miért gondoltad azt, hogy elkapnak? Féltél a rendőrségtől? Aha, a hívás lenyomozható, ugye? Közben nem jutott eszedbe, hogy ez a kislakásnak még be kellett fel a rendőrségről, hogy fölhívták valamilyen számon, vissza kell, hogy keressék. A büdös életben nem találtak volna meg, de mindig elmenekültél. Ami ráadásul egy utcai fülkéből hívtad őket, tehát azt meg lehetetlen volt akkor szerintem lenyomozni. Semmi esélye nem volt arra, viszont mi ezt az egészet csúcsra járattuk, tehát az értelmetlen
telefonon keresztüli zaklatást, ezt gyakorlatilag külföldre is vittük. Elvittük más országokba, idegen honokba. Mert Berlinben is megcsináltuk, vagy oda telefonáltunk. Ott is egy kis lakás? Egy tetszőleges számra. Nem, következő. Háló, hier sprecht Erik Honecker. Hier sprecht Erik Honecker. Jön a szokásos izé, kincstári. Hülye. És letezett a telefon, és elszaladtunk. Ott is egy az egy bújjon, ezt végigcsináltunk, csak hát gondoltuk, hogy azért még talán hallottunk egy elfojtott Dynamutert, ami jött a másik oldalról, de egyébként pont ennyi volt. Bocsánat, hány évesen voltál te Berlinben? Akkor 38 volt. De valamikor azt hiszem, hogy 22 vagy 23 volt. Jézusom, de te ez 20, Balázs, nyugtass meg, hogy 22 évesen azért te nem hívtál taxit és nem mentél le. Figyelj! Nem, mi 10 évesek voltunk, de 22 évesen már picit más volt a szellemi szint. De 22 évesen már nem de unatkoztunk rohadtul, mert nem volt szállásunk. 22 évesen csajoztam, meg nem tudom, miket csináltam. Jó, mi ketten voltunk, és pasik, és mindenki aludt egész Berlinben, tehát hogy hívják, lenyálasztam volna a szemöldökömet, becsöngettem volna valahova, és csajoztam volna, mit csináltam volna. Nem tudtuk már mással tölteni az időt, az üzletek zárva voltak, a büfét már feltörtük. Picit ilyen későn érő típusok voltatok azért, tehát 22 évesen még fölhívni, hogy itt Honecker beszél, azért az érdekes. Tehát ez 22 évesen mi már nem csináltuk. 8-10 évesen, 12 igen. évesen volt. Elvetettük a gyökereit valaminek, ami lehet, hogy ott nem is volt akkor. Igen. Na megkérdezzük, hogy kik hívják a 112-t, mert hogy ugye nagyon sok a tévhívás, és hogy ezeket rögzítik-e, visszanyomozzák-e, egyáltalán mit akarnak a 112-vel csinálni. Hablicsak Nikolett alezredes itt van velünk. Hello, Niki, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel! Erőt, egészsége! Ez az! Arccal a fegyelem felé. Ja. Te jó Isten! Ez a rendőrség végül is. Igen, országos rendőr, főkapitányság, rendészeti főigazgatóság, ügyeleti főosztályvezetője. Neked mi van a névjegykártyádon, Niki? Hát, mert amit ez nem az biztos. Amit elmondtál, Balázs, konkrétan az. Uh-huh. Ugye én az ügyeleti főosztályt vezetem, és ugye annak apropóján vagyok itt, hogy a két hívásfogadó központ, ahol a segélyhívásokat fogadják, az is hozzánk tartozik. Vagy és mekkora a névjegykártyád, egy A4-es papír? Hát nem. Kisebb betűkkel van írva, úgyhogy ráfér egy normál méretű névjegykártyára is. Rövidítsetek, legyen csak annyi rajta, hogy Hablicsek Nikolett, hosszú. Nem. Vagy... Ez a beosztásom, úgyhogy erre én büszke vagyok. Na, tegyük rendbe ezt a 112-t, hogy most igen? Tényleg, én most, ha otthon vagyok például, és fölhívom, akkor először elmondom a diszpécsernek, hogy mi van, majd azt tovább kapcsol a mentőköz, ahol megint elmondom a diszpécsernek, mert én ezt a dolgot így képzelem, meg írják is néhány, hogy ez így van, vagy egy diszpécser van, és ő már azonnal hívja a mentőt. Akkor szeretném tényleg rendbe tenni ezt a dolgot, tehát 2014. május 19-e óta a Magyarország területéről kezdeményezett összes 107-es nemzeti segélyhívó, illetve 112-es egységes európai segélyhívó számra érkező hívást az országba két hívásfogadó központba kezelik, Miskolcon és Szombathelyen. Hoppá! Tehát ez egy új rendszer, összhangban az Európai Uniós elvárásokkal is, illetve kicsit hatékonyabbá próbáltuk tenni ezeknek a segélyhívó számoknak a kezelését. Tehát ugye valamelyik hívásfogadó központba befut ez a segélyhívás. Ott ugye egy operátor, hívásfogadó operátornak nevezzük ezeket a kollégákat, akik ott teljesítenek szolgálatot, felveszi ezt a hívást. Az informatikai rendszerünk az olyan, hogy most már látjuk, hogy honnan telefonál a bejelentő. Egy poligón adatot látunk, tehát nem konkrétan egy GPS koordinátát, vagy egy utcanév házszámot, hanem azt látjuk, hogy attól függően, hogy az átjátszó tornyok milyen távolságra vannak egymástól, egy bizonyos sugarú körbe látjuk, hogy honnan telefonál a bejelentők, viszont hogyha a vezetékes telefonszámról, vagy egy nyilvános fülkéből telefonál, akkor konkrétan látjuk a címet, illetve vezetékes szám esetén az előfizető adatait. Nagyon fontos azt elmondani, mert ugye itt az a cél is ezzel a mai beszélgetésünkkel, hogy kicsit visszaszorítsuk a szórakozó hívásoknak a számát. De mindjárt erről akartam kérdezni, igen. Hogy mit mondanak, meg kiket keresnek. Hogy te kit szoktál hívni, mit tanácsolsz? Arra is visszatérnék, csak először így a rendszerről tényleg pár mondatot, hogy hogyan működik. Tehát, hogyha valaki letiltja a számát egy mobiltelefonról, mi akkor is látjuk az ő telefonszámát, tehát ezzel kár próbálkozni. És ugye bejön ez a hívás, látjuk, hogy milyen helyszínről telefonál a bejelentő, az operátorunknak van egy kikérdezési protokollja, pár kérdést feltesz. Ennek alapján, illetve ugye a helymeghatározás alapján, ő ugye
eldönti, illetve ebbe az informatikai rendszer is támogatja, hogy melyik készenléti szerv ügyelete az illetékes. Tehát egy klasszikus példa, történik egy közlekedési baleset, amelyben van sérült személy, aki mondjuk be is szorult a járműbe, ebbe az esetben ugye szükség van a rendőrség, a mentők és a katasztrófa védelem beavatkozására is. Ez tiszta. Igen, és itt jön az, arra válaszolnék, amit ugye kérdeztél, hogy ebbe az esetben nem kapcsolgatja tovább egyesével a három készenléti szerv ügyeletére a bejelentő. Na, ez jó. És nem kell ugye háromszor elismételnie ugyanazt, ami ugye időveszteség is, hanem ugye egy konferencia beszélgetés kezdeményezésével mind a három készenléti szerv ügyeletét egyidejűleg bekapcsolja, bent marad ő is, az operátor is ugye a konferenciába, illetve bent van a bejelentő is, és a bejelentőnek egyszer elegendő elmondani, hogy mikor, hol, mi történt, és a készenléti szervek ügyeletei ugye ezt egyidejűleg hallják, és egyidejűleg tudják indítani a reagáló egységeiket, igen. Jó, akkor ezt szuper, elmondtuk. Jó, mi van a telefonbetyárókkal, ők mit csinálnak? Fölhívják a 112-t, és mit mondanak? Beleröhögnek, vagy mi most a menő, mert mi elmondtuk, hogy mi mondjuk 20 éve mit csináltunk, most mit csinálnak? Mert ez hát, a 2 millió hívás, hát ez rengeteg. Igen, hát most ugye egy friss adattal azért tudok nektek szolgáltatni, hogy október 17-ig, ugye május 19-től 2.428.000 hívást regisztráltunk ebben a rendszerben, és ennek a 71%-a volt olyan hívás, ami nem igényli egyetlen egy készenléti szerv beavatkozását sem. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ez mind rossz indulatú, ebben vannak téves hívások, gyerekek által kezdeményezett hívások, elkapcsolások, vannak ilyen zsebhívások, ugye most már olyan okosak ezek a telefonok, hogy néha maguktól is benyomódnak és fölhívják a 112-t. Hát egy-két ilyen viccesebb, illetve hát ez megítélés kérdése, hogy viccesebb, de egy-két esetet azért mondanék konkrétan, ami így elég gyakori előfordul. Ugye gyakran hívják azzal a segélyhívó vonalat, hogy adjanak segélyt, mondják az operátorunknak, és hát amikor az operátor értetlenül áll a dolog előtt, hogy miért adjanak segélyt, akkor ugye az a válasz, mert ez egy segélykérő vonal. De vicces. Igen, akkor mondom, ez semmit nem változott, a kis lakás cseréje nagyobbra, ez ugyanaz a szellemi szint egyébként, csak igen 30 évvel van később. Van egy kedvencem, amit megosztanék veletek, illetve a kedves hallgatókkal. Természetesen helyszínt nem mondok, egy idős hölgy bejelentette, illetve gyakran bejelenti, hogy hozzá rendszeresen betörnek, mert amikor ugye elment otthonról és hazatért, és leült a tisztékére, akkor nem ért le a lába, mert valaki hozzátoldotta a széklábához, de amikor jobban körülnézett, akkor azt is észrevette, hogy a ruháit valaki kisebbre varta, a bugyjából tangát csinálta, és a kabátja felét más anyaggal pótolták ki, de egyébként felszedték a parkettát is, és újat raktak le. Tehát vannak ilyen jellegű bejelentések, aha. És hát ami aktuális most ugye a választások kapcsán, kampánycsend idején beszóltak, hogy a szomszéd motoros fűrésszel vágja a fát, és kampánycsendsért és követette. Minden jó! Illetve hát van ez egy, ami duma. Nem indult viccesnek, de aztán hála Istennek vicces lett, egy kétségbe esett, hát hallatszódik, hogy gyerek hang hívja a 112-t, hogy Kós Benzsinek leállt a szíve a kutyatáp főzeléktől. Ugye hát operátor egyből kérdezi, mentőket próbálja kapcsolni, és akkor kiderül egy perces kikérdezés után, hogy Kós Benzsi az egy hal. Úgyhogy... Jaj, nem tett jót neki a kutyatáp főzelék. Nem. Érthető. Igen. Hát az biztos, hogy a gyerekek nagyon nagy számba használják ezt, tehát abból is látszik, hogy iskola szünetben megnő ezeknek a hívásoknak a száma. És hát vannak olyanok húsvéti időszakban, gyerekek betelefonálnak, hogy őnekik csak kék és sárga tojást hozott a nyuszék, és ők szeretnének pirosat, és ebbe kérnek segítséget, tehát mindenféle bejelentéssel találkozunk, sajnos. Azt mondjuk menő a gyereket fővje a 112-t, nem? Igen. Nem hozol neki húsvéti ajándékot, és betelefonál, hogy elpanaszoljam. Vagy igen. Nem olyat kapott, amilyet szeretném vala, és de van csere alapja. Igen. Na jól van, Nikolett, nagyon-nagyon szépen köszönjük, csak kíváncsiak voltunk tényleg, ez a 2.300.000, vagy durván 2.300.000, ez egy óriási szám, hogy tényleg mit mondanak, vagy hogy tudott ennyi lenni, de most már akkor értjük, hogy azért tényleg hát megvan, igen, ez matematikailag, igen, csak 70%-a effektíve használhatatlan. Azt viszont köszönjük. Azért azt még szeretném elmondani, hogyha már így lehetőséget kaptam, hogy tényleg az lenne a cél, hogy a 112-t, illetve a segélyhívó vonalakat csak akkor hívják, hogyha valaki bajban van. Tehát azért ugye itt vannak vicces történetek, de lehet, hogy ezek alatt a vicces történetek alatt valakinek az élete van veszélybe, azonnal is. Természetesen ezt mi is így gondoljuk. Tehát ugye itt az lenne a cél, hogy tényleg kialakuljon ennek a segélyhívásoknak a kultúrája is, hogy tényleg abban az esetben hívják az emberek, hogyha a három készenléti szerv beavatkozását igénylő bejelentésük van. Persze. Niki, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Köszönöm. Köszi. Szép napot. Havlicek Nikoletta.
országos rendőrfokozatot rendezett a főfegyel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 őfegy
lakásban lakott, és hívogatták, és emiatt el kellett költöznie. Ki az, aki telefon betyárkodott, mit csinált, mit mondott, kit hívott, nyilván nem mindenki, csak magánlakást. Vannak, akik gondolom, hogy például tényleg taxitárságokat, más cégeket, bármit, hogy mi ment régen, és mi megy most, bár természetesen maximálisan ezt is elítéljük, és nem jó a telefonbetyárkodás, és Jani német Ich biene Honecker című dumáját meg aztán végig. Bocsánat, csak jelzem, hogy az Kelet-Németországban történt, én így küzdöttem az akkori totalitárius. Ajja, miattak bontották le a falat, mi? igen, indítottad a fal lebontását. 7:30 pontosan, 7 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. A telefon betyárkodásról beszéltünk, és arról ugye, hogy ki mit csinált gyermekkorában, illetve ki, hogy telefon betyárkodott. De hát, hogy hallottuk, ez a dolog egyébként nem változik. Tehát akkor magánlakásokat most a 112-t hívogatják a gyerekek. És, de a legtöbb esetben csak ártatlan gyerekcsínyről van szó. A legtöbb esetben nyilván igen, arról van szó, hogy a gyerekek unatkoznak, vagy próbálgatják, hogy milyen az, amikor az ember telefon betyárkodik. Ugye nagy klasszikusok jönnek, ezek igen fárasztóak, de egy csomó beugrott egyébként, amit már ezek nem csináltunk. Igen fárasztóak. Igen fárasztóak, igen. Volt osztálytársam, mert felhívtam éjfél körül, látlak, figyellek, néz ki az ablakon, ne azon, a másikon. Sikítva lecsapta a telefont, én kb. 30 kilométerre voltam tőle. Aztán nagyon sokan írják ezt a medvelakást, én ezt nem ismertem, hát ez egy nagy klasszikus. Medvelakás, igen, akkor bocs. És Jézus, ne várj! Gondold el, ha te mit tudom, medvekároly vagy, és te egy medvelakásban laktál, és ezt mondjuk valaki megtudta, hogy hányszor hívtak föl, hogy akkor bocs. Ma már nem vagyok rá büszke, de gyermekkoromban viccesnek tűnt, írja egyébként Zsófi, aki nőlétére vagy lánylétére ugye telefonbetyárkolott, azt mondta, jó napot, mikor szállíthatjuk a kádat, milyen kádat, anyukádat. Atya, úristen, ezek egyébként nagy dumák. Ezt mondja, hogy azt mondja, én egyszer felhívtam Fa Jánost. A felesége vette fel, én megkérdeztem, a Jankó itthon van? Megkérdezte, milyen Jankó? Hát a Fa Jankó. Jézus! Atya, úristen! Tibi küldte nekünk. Aztán, nagyon sokan telefonáltak sárkány lakásba. Én ezeket például egyáltalán nem ismertem, hogy ilyeneket mi nem csináltunk. Haló, sárkány lakás? Igen, süsű otthon van. Klasszikus. Norberto írja, igen, ez egyébként egy nagy klasszikus. Köszönjük szépen. Én a szomszédnak rendeltem ki taxit és 8 családi pizzát. A taxissal kaputelefonon üvöltött, a pizzafutárnál idegösszeomlást kapott, írja nekünk egy hallgató. Jó, ez mondjuk szépen. Ez rohadék. Ez személyiség, igen. Hajnali egykor vidáman hívtuk a Labanc Baltert, amikor szépen bejelentkezett, haló Labanc lakás, boldogan mondtuk, hogy itt meg a tenkes kapitánya. Ja, Istenem. Atya úristen. Fé, dedós, de azért az összes nagyon dedós, de jó egyébként. Mi mindig ugyanazt a számot hívtuk. Julit kerestük többször, majd egy fél óra múlva újra felhívtuk a számot, hogy Juli vagyok, keresett valaki. De tutira mentünk, a nagymamát hívtuk, hogy a reakciót is lássuk. Szép napot, Timi. Ez milyen, hogy nagymama a másik szobába felveszi 65-ször a telefont, igen. Sárkánylakás, igen. A sót megkapták, ezt is sokan elküldték nekünk. Milyen sót? A koporsót. Azért gondolod, hogy így valaki felhív egyébként, igen. Én anno a 107-nél dolgoztam, gyakran voltam ügyeletes, ahová sűrűn betelefonált egy idős hölgy, hogy a háza előtt álló kocsiból láthatatlan orvosok sugározzák az agyát. Jó, ez beteg, ez azért nem ugyanaz. Tudtam, hogy nem szedi a tablettáit, de azért mindig kiküldtem hozzá a láthatatlan járőrt. Mikor ezt közöltem vele, megnyugodott, és aznap már nem telefonált többet. A láthatatlan járőrt. Szegénykém egyébként. De ott komolyabb probléma volt. Mi egyszer hajnali 2-kor böngésztünk egy apró hirdetéses oldalt, felhívtunk egy eladót, aki mobil WC-t árult, mondtuk neki, hogy sürgősen kéne, mert már nagyon kell. Mi? Kérdeztük, hogy a WC papír jár-e hozzá, nagyon örült nekünk hajnali 2-kor, 10 percről visszahívtuk, hogy már tártalan, mert be. Atya, Isten. Felhívtunk egy német nevezetű embert. Haló, német lakás? Igen, a Führerrel szeretnék beszélni. Nem tudom adni, jelenleg fürdik. Valószínűleg nem ez volt az első hívás az életében. Valószínűleg erre már felkészült. Igen, ezt Laci küldte nekünk. Igen. Haló, madár lakás? Nem veréb. Miért a veréb nem madár? Jézus. Atya úristen, és ezt hányszor meghallgathatták szegényre? Hányszor végighallgatták? Gondolj bele, igen.
Anyámat egyszer felhívták telefonon, hogy a csatorna portalanítását végzik, és megkérték, hogy fújjon bele a kagylóba. Anyám belefújt. Ez eddig a legjobb. Az milyen? Portalanítjuk a csatornát, és kagylórendszert, és a vonalat fújjon bele a kagylóba. De Mutter belefújt. Hát milyen leg? Aztán állítólag ez is nagy klasszikus, nem ismertem. Haló kutya telep? Nem. Akkor miért ugat bele? Jaj. Na jó, igen, ez az alsós kategória. Igen. Vannak még egyébként primitívek, azokat már nem tudom. Ez is csak egyébként városi huncutság volt. Nyelve, igen. A városi huncutság volt a mikorunkban, mert nálunk egyszer próbált meg a faluban valaki ilyen telefonbetyárkodást, ugye annak idején ez a 70-es évek közepe volt, akkor még körülbelül azt hiszem 20 darab szám volt a faluban, tehát az volt mondjuk a miénk, hogy 08-as, és csak úgy tudtál tárcsázni, hogy tudod, betekerős volt, és a központot kellett kapcsolni. Na most nálunk a telefonos átverés ezt úgy tudna megoldani a delikvens, aki ezt akarta csinálni, hogy fölhívtad a központot, és kérted a 17-es számot, akik a kisék voltak, és elsütötted a cseréjék nagyobbra, amikor kisúr visszatelefonált a központba, és megkérdezte, hogy ne haragudjon már Marika, tudja, hogy ki kért engem előbb? Úgyhogy egy másodperc alatt buktál le ebből a sztoriból, és gyakorlatilag így a telefonos átverés az nálunk nem ment. És 2 óra múlva nem csodálkozhat rajta, hogy valaki hátba dobott egy lapáttal a fő utcára. Igen, viccelődünk. Rágyújtották a pajtát hirtelen. Igen. Na hát mindenesetre ezeket a segélyhívószámokat ne hívogassa senki. Hogyha ki akar élni magát, hogy kisgyermek, az inkább. Akkor hívja a Jani számát, van. Mondom. Így van, hagyja. Vagy a medvelakást. Vagy a medvelakást, igen. Na, régi szép idők ezek, és ugye volt az Iker, és hát amikor az Iker beszélt, te nem tudtál beszélni, az megvan. Ugye minden panellakásban megvolt egy telefonszámnak az Iker telefonszám, ami ugye nyilván nem ugyanaz volt, egy-két szám eltérés volt, de ha az Iker beszélt, akkor nálad csönd volt. És azt tudtátok, hogyha te és az Iker egyszerre vetted föl, akkor ti ingyen tudtatok beszélni? Hogyha megbeszélted az Ikerrel, hogy vegye föl a telefonját 19:58-kor, és 1-2-3 is fölvettétek, akkor te az Ikerrel tudtál úgy, hogy hallottad őt. És ott volt a lakásban. De olyankor átmentél, órát igazítottatok, és akkor megdumáltátok, hát hogy 19:58. Vagy megdumáltátok, hogy 19:00, akkor egyszerre vegyétek fel a telefont, 58-kor, és ha az Iker és te is egyszerre fölvetted a telefont, ezt kevesen tudták, akkor ti egymással tudtatok beszélni, de egyébként rohadtul nem akartatok, mert az Iker általában vadidegen volt. Tehát teljesen fölösleges volt ingyen beszélni. Csak én emlékszem, hogy nekünk olyan volt az Ikrünk, akivel mi jóba voltunk, és mindig ez ment, hogy 3-2-1 vett föl a telefont. Fölvette egy adott időpontban, és abban a pillanatban ingyen beszéltünk egymással, aminek sem értelme nem volt, de jól esett, hogy az Ikerrel ingyen beszélsz. Felvetted, és csak néma volt a telefon, az megvan? És akkor tudtad, hogy az Iker beszél. Milyen rendszer volt? És amíg az Ikeret beszélt, nem tudtál beszélni. Téged se nyomorult. És téged se tudtak hívni, semmi nem volt. Tök csüket volt a telefon, amíg az Ikeret beszélt, és így hívták, hogy Iker. Atyaisten. Na jól van, Óbe bácsival játszunk, jó? Itt van már a játékosunk, megnézzük, hogy mit énekel Óbe bácsi és Beru néni. Óbe bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óbe bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Haló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Haló, kis lakás! Medve lakás, igen. Hello Péter, honnan hívsz minket, Péter? Hello, Sopronból. Sopronból, hello. De milyen kis... Itt vagyunk. Igen. Hol? És mit csinálsz ott Sopronban? Jelen pillanatban esőszünetet tartok, egy kertépítő cégnél dolgozom, csak az időjárás nem engedi a mai napi munkát. Ugyan, egy kis perverz a hangod. Na most ez egy... Mert... Sötét szobában érne ez a telefon, akkor lehet, hogy aztán, hogy elnézést éves, és letenném, és rémülten bebújnék a paplan alá. Kicsit olyan furán lihegős a hangod egyébként, nem de gondolom, nem. Jó, nem, csak kicsit olyan... Nekem bejövős. Na, figyelj, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Beru néni, jó, ezt fogod hallani. Rendben. Egy baromfi udvaron vannak. Legalábbis ezt hallom. Mutatjuk az éneket, figyelj. Meghallgathatnám még egyszer? Persze, mutatjuk, figyelj. Nem tudom, sajnos ennyiből. Adjunk hosszabbat. Hosszabbat adjunk. Hát legyetek szívesek, igen.
Na, figyelj, mutatunk egy hosszabb részletet. Jó. Náj, náj, na, na, na. Náj, na, 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 na. Hú. Hát, ha a műfajt nem kedveled annyira, nem biztos, hogy ki fogod találni. De nagyon nagy slágerről van szó. Aha. Nem, nem jutott rá, hogy mi ez. Ismerősnek tűnik, de nem jutott rá, hogy... Nem? Külföldi pedig. Nem egy mai zenekar, uh-huh. Ez egy régi zenekar. Uh-huh. Esetleg ezt hoztam meg még egyszer meg. Ja, jó. Utoljára megmutatjuk, jó? Figyelj! Jó, köszi, köszi. Náj, náj, na, na, na. Náj, na, 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 na. Láj, na, 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 na. Na, hát ez most az egész dalt le. Ez az egész, így van. Fogalmam sincs sajnos. Na, mutatjuk az eredetét. Figyelj, jó. Egyébként jó dal. Figyelj, hát nem volna. Egy jó kis Green Day. Így smered az zenekar? Hogyne, így már tudom, persze. Igen. Na, hát ez a Green Day lett volna. Nem jöttem rá sajnos. De azért köszönöm a játék lehetőséget. Péter, hát mi köszönjük. Vigyázz magadról Sopronban. Köszi a játékot. Is. Minden jó. Hello. Ciao. Hello, Péter. Ciao. Na, pedig nem volt nehéz. Nem. Hatalmas lágerről van szó. Igen. Oké, jövünk 8 óra után, és mondom, hogy mivel foglalkozunk majd, felhívjuk Hajdú B. István gyerekek, aki elvállalta, hogy nyilatkozik nekünk. Nagyon helyes volt, kérte egy kis gondolkodási időt, aztán elvállalta, leginkább azért, mert azt mondta, hogy egyrészt baromira kedvel minket, kettő, hogy annyi hülyeséget beszéltek róla itt az elmúlt pár napban, hogy hát szeretné ezeket helyre tenni. Ugye múlt héten pénteken este mentők szállították őt kórházba egy szívizom infarktussal állítólagosan, hát legalábbis mi is ezt tudjuk. És hát azt mondta, hogy jól van, és szeretné elmondani, hogy mi történt pontosan, mert hogy rengeteg hülyeség jelennek vele kapcsolatban, és szeretné ezt helyre tenni, mi pedig hát örülünk neki, hogy nyilatkozik nekünk. Hajdú B. nyilván nem az az ember, aki ezzel szerepel ugye a médiában, tehát mint egyes celebritások, akik a kórházi ágyon fotóztatják magukat, nem tudom, emlékeztek-e ezekre a sztorikra, tehát ő nyilván nem akart ebből sztorit csinálni, csak most már annyi mindent írnak, hogy jobb, ha tisztába teszi tényleg. Igen. Mit akartál mondani, János? Hogy és természetesen felhívja majd a figyelmet a sport veszélyeire. De, hogy is, ne. Na, Hajdú B. Istvánnal jövünk a hírek után, 5 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 8 óra, úgy pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánok mindenkinek, otthon is borongós a reggel, itt is borongós a reggel, gyerekek, együtt kelünk, együtt fekszünk, együtt vagyunk, egy az időjárásunk, hát konkrétan, tehát össze vagyunk nőve Magyarországgal. Most néztem, hogy jelen pillanatban Budapest 8 fok, és itt pedig 13 fok a jelen pillanat. Sőt, Budapest 14, azt írja, úgyhogy most melegebb a Budapest. Mi nyertünk, ez az. Budapest lenyomta Dél-Afrikát. Na. Palira vettek minket a földrajz órán. Egyre inkább azt gondolom, hogy igen. A földrajz órákon fölöslegesen ültünk ott, mert azt hallottuk, hogy Afrikában meleg van. De nincs. De az ünnepekre mondják ezt a hozzáport. Itt? Nem, ott. Ja, ott. Azt hittem, hogy mondom, itt is hozzáport mondanak. Ott mondanak hozzáport, és ugyanakkor én már szombatra ragyogó napsütést láttam, tehát nyilván inkább a hegyekben lesz majd hozzáport, de hát hétvégén felmegyünk majd a hegyekben, nem? Hát mindenképpen felmegyünk a hegyekben, és hogyha elég jó idő lesz hozzá, akkor indulunk a második Balatonba ugró versenyen. Igen. Dagadom. Hogy volt? Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe? Dagadom. Az más. Egy más. Az más. Ragadom, ragahéj. Ragahéj, igen. Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Miért tudok ilyen szövegeket? De miért tudod a hip-hopból szöveget? De most komolyan. Hogy akad be neked a hip-hopból? Rockerek, véreim, elnézést. Nagyon furcsa érzem magam. Na, azt mondja, hogy az M1-es Győr felé a 91-es kilométernél figyelmet igényel, mert hogy a felüljáron van egy trafi, ezt SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. M5-ös 40-es kilométer szelvényénél kamion az árokban, mentés már folyik, üzente nekünk Peti. Aztán a Műegyetem előtti rész lezárva, egyetlen tábla sem jelezte előre, kerülni lehet alig 10-15 perc a másfél helyett. Az ég tegye a kopaszok közé, kaptuk ezt is SMS-ben. Könyves Kálmán, Kőbenyai út sarkán nem működnek a lámpák, emiatt rendőr irányít. Gere Kari üzente ezt nekünk, gyalogos gázoltak Solymáron, a Peműnél félpályás zárás van. Ablakos Sanyi,
küldte nekünk. Köszi, Sanyi. A Dózsa-György úton a Podbanicki sarkánál a Podbanickire kanyarodó sávban hármas karambol, emiatt hatalmas a dugó, ezt Ági küldte nekünk. Aztán az M3-as bevezetőn Pest felé a Selkútig áll a sor. Lejöttem a régi Fóti útra, 10 lámpaváltásnál még 50 méterre vagyok a lámpától. Ne jöjjön erre senki, nem gyorsabb. Ezt Bankos Kriszta küldte nekünk. És a budapesti Méta utca azt mondja, hogy a körforgalomnál gázolás történt szintén, mentőrendőr már ott van, ott is alakul a dugó, Zsuzsi óvónéni küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mielőtt még tovább mennénk, na, álljunk meg egy pillanatra. Mennyi közlekedés megint? Na, mit akartál mondani? Semmit, csak megállni egy pillanatra, már mehetünk is tovább. Ja. Van nekünk egy Instagram oldalunk. Erről szerettem volna néhány keresetlen szót mondani. Figyelj, dübörög az Instagramunk? Figyelj, gyakorlatilag egy kis közösség, ezt van, szerettem egy volna mondani. 9931 kis barátja van ott fönt Balázsnak jelenleg, és ő folyamatosan szállítja a mindenféle képes beszámolókat a mi kis utazásunkról, ezért is érdemes látogatni ezt az oldalt. Hát folyamatosan szállítom az ilyen 3-4 naponta egy kép most jelen pillanatban. Nem, mert elviekben szállíthatná folyamatosan, és csak annyit bingizik állandóan az utolagos fényezéssel, színezéssel, molyolgatással, hogy az valami hihetetlen. De most van egy kép Janiról, ahogy egy madagaszkári óriás csótány mászik az arcán, nagyon barátságos, és ez a kép. Egyébként kis barátaim, ma már 10 000-en vagyunk nem sokára, ami azért nagy szó, gondolhatjátok, hogy milyen kevés, hiszen Facebookon több 10 000-en vannak embereknek, meg tényleg mindenhol 100 000, meg 50 000, meg 70 000, az Instagramot kevesen használják. Kevesen vagyunk, de annál jobban összezáró kollektíva vagyunk. Mert az csak egy elit. Az elit. Igen. Csak utálják. Egyébként Magyarországon kevésbé népszerű az Instagram. Sokan nem szeretik. Egyébként szerintem jó. Más típusú felhasználást igényel kicsit, mint a Facebook. És hát a 10 000-edik. 10 000-edik belépőnket köszöntjük. Bizony, bizony, és tényleg úgy nézzétek meg azokat a fotókat, hogy Munkácsi Mihály sem molyolt annyit mondjuk a síralomházzal, mint Balázs, egy bármilyen olyan képpel, amin látszik egy csótány, egy pókasarokban, egy pálmafa. A képet elkészítem egy perc alatt, és utána egy ilyen két és fél napig effektezem úgy, hogy nem tetszik, félrerakom, megszólal a telefonom, igen, mást kell csinálom, újra kezdem, és elveszem és az eredeti képet. És visszatér az első verzióhoz. Ez a vége, általában ez a vége, de tényleg komoly műgonddal vannak elkészítve ezek a képek, becsüljétek meg, ti is menjetek fel az Instára, ott pedig lájkoljatok minket, és utána pedig a képeket is, és természetesen ne feledkezzetek meg a Facebook oldalunkról sem. Hát az ott azt már mindenki ismer, igen, nem lehet még lájkolni, viszont Class FM Morning Show, így vagyunk az Instán. Így van, azt mondja, hogy instagram.com, Class FM Morning Show. Nem, ezt magamnak mondom, hogy meg tudjam jegyezni. Azért, hogy azért értem, hogy hallgatok, de nem ők azért. Nem, de én igen. Ja, azért ezt tudják. Rólad is van kép, Feri, amikor elindultunk közösen ki, ugye? Akkor egy közös kép lett. Na. Majd befordózlak Skype-on, aztán megefekteznek. De az meg még amikor megkötötted a cipőfűződet itt a hotelnek a aljába, az még effektezi hát. De meg lesz mikor az is. Mikor leszálltál, csináltam egy olyan képet, csak nem találok rá megfelelő effektet, kicsit túl effektezem ezeket a képeket, igen. Ezt csak Afrikában csinálod, vagy ha hazatérsz, akkor továbbra is ugyanígy fogod szeretni a kis Instagramot. Instagramos kis barátaimat nem hagyom el most már. Aki csatlakozik hozzánk, az örökülséget fogad nekünk, mi is neki, úgyhogy az Instagram otthon is tovább él. Amíg el nem hagyom a telefonomat, nem felejtem el a belépőkódot az Instagramra, mert tudok képet szerkeszteni, és abban a pillanatban látni fogjátok, hogy hetek óta nem jött új kép, akkor érezni fogjátok, hogy Bali telefonjával történt valami. Szereti. Én rég láttam rajta ekkora elkesedést egy közösségi oldal iránt, de most komolyan. Tehát, hogy korábban egyfajta ilyen kötelezettségnek is így ezért egy picit nyűgnek élte meg ezeket a dolgokat, de az instások, megmondom, hogy mikor lesz majd gond. Ha majd nem 10 000-en lesznek mondjuk, hanem 30 000-en. Na, akkor már frusztrálni fog. Ne legyünk annyian, én szeretem, hogy ilyen kevesen vagyunk. Ez jó, én ezt gyomlom. Ez egy ilyen kis család. Egymást átmegyünk egymáshoz karácsonyra, ajándékot veszünk egymásnak. Ez a 8-10 000-es tömeg, ez még kezelhető. Most törőjünk 1500-ben. Dehogy is nem. Most megszüntetem a felhasználó nevet, és holnap egy más néven újra kezdem. Találjátok meg, melyik az a név. Nem, tényleg, ne legyünk túl sokan, de azért még jöhetnek egy pár. De ilyen 50-100 000-es tömegeket már nem akarok. Azt már nem. Akkor már átadom Ferinek, hogy valakinek, és Laci vigye az Instagram oldalt. Még Laci vitte, ott fél évente volt egy kép. Na de az milyen kép volt? Na de az aztán volt a jó kép, azok igen. Azok a fotók aztán. Na. Gyorsan még egy közlekedés, a Szerémi út az Osanig áll, mindenki kerüljön, ott is hatalmas a dugó, ebben a pillanatban jött.
segítő szándékkal. Szentendrei út, Bogdáni út, Budapesten sötétek a lámpák, Puszi Timi, és a sashalmi hév megállónál feladta a lámpa, mindenki figyeljen. Na, mi pedig, ahogy ígértük, hívjuk Hajdú B. Istvánt, aki tegnap döntött úgy, hogy végül is nyilatkozik nekünk, de nem azért, mert hogy ő szeret ezzel haknizni, nem is azért, mert hogy ezt világá akarja kürtölni. Egész egyszerűen annyit mondott, hogy kedveli a műsort egyrésztről, kettő, hogy hát annyi butaság jelent meg róla, vagy vele kapcsolatban az elmúlt pár napban, amit nyilván első kézből szeretne helyre tenni, és elmondani, hogy mi az igazság, mi nem. Amit mi tudunk, ugye, most állítólagosan, hát hogy ez most tényleg valóban így van-e, vagy nem, hogy pénteken este futballozás közben lett rosszul, és hát mentők szállították kórházba, és volt egy vérrög, amit találtak az ő szervezetében, de ez is csak egy bulvár sajtóból jött értesülés, hát aztán kérdés, hogy mennyi köze van ennek a valósághoz. Igazából, de arra gondoltunk, mivel egyébként nagyon kedveljük őt, hogy felhívjuk és megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Ugye talán már a tegnapi adásban is elmondtuk, hogy nagyon drukkolunk neki, és akkor még olyan híreket kaptunk, hogy intenzíven van, azóta már ugye kiderült, hogy állítólagosan elhagyta az intenzív osztályt. Most ebben a pillanatban ennél frissebb és hitelesebb információt nem kaphat senki. Igen, nézem a Feri képét, mert a Feri egy pillanatra mozdulatlan lesz, akkor nem tudom, hogy lemerevedett a kép, és lefagyott, nem vagyunk, vagy csak Feri mozdulatlan, vagyunk. De mozdulatlan. Hát figyelj, az van, hogy én belenéztem ebbe az Instába, hát ember, te egy fotó, nem akarom elterelni a Hajdú B-ről a szót, de hát egyszerűen te... Úgy is hívjuk még, addig már megszakadt. Te egy fotóművész vagy, egy őstehetség, egy Robert Capa, érted? Emberek, hát nem fogjátok elhinni, tehát hogy itt a mi képek vannak, te honnan van neked motorod? Milyen motorom? Van egy motoros kép az Instán. Hát az még a rádióba készült egy műsor, amin ott voltál, csak valószínű, hogy átaludtad. Tényleg? Nagyon jó. Nem, emlékszem, most már kim voltunk. Na. Ez a háromkerekű motor, amikor ugye itt motoroztunk. Na, jól van, sikerült kapcsolatot létesíteni Annának, úgyhogy ha minden igaz, akkor már jelzett is, és itt van velünk Hajdú B. István, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt, mindenkinek! De jó hallani a hangodat! Jó hallani a hangodat. Fölvettem ilyen megkötönéseket előre. Nekünk az is jó. Na, hát tegnap mi már így éteren keresztül javulást kívántunk neked. Nem tudom, hogy az eljutott-e. Igazából mindegy is. Nekünk fontos volt. És hát nagyon sok mindent olvas az ember, és azért örülünk, hogy beszélünk. Leginkább azt hiszem, hogy miattad, mert hogy gondolom, hogy rengeteg tévinformáció jelent meg rólad az elmúlt napokban, amit egyébként te is mondtál, hogy szeretnéd ezeket tisztázni. Igen, hát volt egy-két félreértés, vagy egy-két tipp talán, ami nem feltétlenül fette teljes mértékben a valóságot, de végül is a szituáció az egy péntek esti labdarúgó kispályás foci meccsen kezdődött, amikor egy olyan negyed óra után éreztem, hogy valami nem stimmel. És akkor mindent kipróbáltam, kimentem, megmosakodtam, leültem, hát ha csak tudtam, elfáradtam, de egy ilyen melkasi fájdalom, ami nem lehet azt mondani, hogy szép feszítette volna a mellemet, és darabokba estem volna, de a lényeg az, hogy ez nem szűnt. És mivel ez a fájdalom nem akar szűnni, egy negyed óra múlva úgy cukros vizet ittam, tényleg mindent csináltunk, már ott egy nagyon kedves recepciós hölgy segített, kihívtuk a mentőket, a mentők viszonylag gyorsan megérkeztek, és a mentőorvos előbb mért egy vérnyomást, ami 210/140-et mutatott, ami egy csöppet magasnak tűnt, és aztán pedig egy EKG-t vett, amelynek a záró mondata az úgy hangzott, hogy ön most épp egy infarktusban van. És akkor kezdve rendkívül profi, higgadt módon elmondta, hogy nagyjából mi fog történni, hogy majd el fognak vinni egy kórházba, ahol már fölkészülnek egy műtétre, ahol egy úgynevezett stentet, tehát egy ilyen érpótlót fognak betenni, hiszen az infarktusnak ez a lényege, de ne ijedjek meg, mert ha bármi történik, akkor itt a mentőkocsiban is azért föl vannak készülve arra, hogy beavatkozzanak, ha kell. Majd azt hiszem, azzal zárt a mentőorvos, hogy mostantól kezdve pedig nem fogom elhinni, amit mond, mert morfiumot fog kapni, de ettől függetlenül elhitte, amit mondok, és végig magadnál voltam. Valóban behoztak a budai irgalmasok kórházába, ahol azonnal meg is Sármán Balázs doktor meg is műtött, meg is mutatta utána, hogy hol volt a vérrök, az hogy tűnt el, és onnantól kezdve
egy 48 órás megfigyelés, szigorú megfigyelés alatt álltam, majd most már a kórház egy másik osztályán vagyok, és körülbelül úgy érzem magam, mint pénteken délután, amikor fogalmam nem volt arról, hogy van egy vérrögöm. Hát ez egyszerre ijesztő és megnyugtató, mert hogy ez a hozzáállás, ez a vérprofi, amit te most itt vázoltál nekünk, tehát ez egy nagyon-nagyon szimpatikus és tényleg nagyon-nagyon profi színezetű dolog. Azt mondta a jelenleg kezelést, a rehabilitációt elkezdő Wagner Ince doktor, hogy ha valaki valamikor infarktust akar kapni, akkor így kell infarktust kapnia. Tehát példaértékű voltál. Példaértékű infarktus volt. Viszonylag nagy rög volt a koszorú érem, ami azért az eret nem tudta teljesen eltorlaszolni, vagy azért, mert nem volt mégsem akkora, vagy azért, mert a mentős által beadott gyógyszer ugye annyira kitágította azért az eret, hogy valami véráram folyjon. Egy órán belül gyakorlatilag a baj észlelésétől kezdve a műtétre sor is került. Tehát neki relatíve idézőjelben mondom, annyiban egyszerű dolguk volt, látták, hol mi van, azt gyorsan ki kellett szippantani, ami pedig a legjobb hír, hogy ugye a másik két koszorú eret is megnézték, annak kutya baja. Tehát itt az valahogy oda került, és ahogy itt fogalmaznak, most már gyakorlatilag ezzel az infarktussal a világon semmi dolgunk nincs. A dolog az, ami fontos, és az egyébként mindenkinek a számára fontos, akinek még soha nem volt infarktusa is, hogy a következő infarktust valahogy elkerüljük. Jó. Azt ilyenkor meg tudják mondani, hogy ez a vérrög miért alakult ki? Vagy... Igazából konkrét okat nem tudnak. Vélelmezhető az, hogy az érfalon valami kis ilyen plank lehetett, ami a futball okozta fokozottabb terheléstől leesett és vérröggé alakult át. De az is elképzelhető, hogy ugye hát ugye végigjátsz az ember, hogyha nem megy el mondjuk focizni, hanem otthon pekszik, akkor valószínűleg ilyen nem történik, de elképzelhető, hogy másnap reggel fölemel egy, nem tudom, egy hatos ásványvizes csomagot, és akkor pottyan le oda valami. Tehát igazából az infarktus kialakulásának körülményei, hogy mondjam, a tudomány azért nem 100%-osan dolgozta föl. Vannak bizonyos rizikófaktorok, amelyeket, mit tudom én, a minden ember esetében valamelyik nagyobb, valamelyik kisebb. Most mondom egy példát, például nálam a dohányzás az szóba nem kerül, mert nem dohányoztam. Ugyanakkor meg mondjuk az egészségtelen táplálkozás, vagy a talán nagyobb stressz, az fokozottabban vezethet ennek a kialakulásához. Tehát ezt most elkezdik majd ma szépen nézegetni, hogy mi az, ami közrejátszhat neked. Hát ilyenkor a szervezet egy picit fölborult, tehát itt a vérnyomás beállítás, vérhigító azért, hogy ez a bizonyos stent tudjon működni, ezek kellenek, tehát különböző kisebb-nagyobb tablettákat, bogyókat, azt reggel 5-től fokozatosan elhelyeznek a szervezetembe. Pista, iszol te rendesen? Hát ez volt a másik baj, hogy talán az ember be van rúgva, akkor eleve nem hiszik el, hogy fáj a szíve. Az elképzelhető. Főleg a részegen focizik. Passzolj rá! Mire passzol? Lehet, hogy úgy játszottam, mint aki be van rúgva, de hozzáteszem, maga csapattársaim ebből semmit nem tudtak, tehát ők futballoztak tovább. Azt látták, hogy én lekéreckedem, és elmegyek. Gondoltam, azt hitték, hogy lezuhanyzom, hazamegyek, megvárom őket. És amikor ők készen voltak, és mentek volna, akkor látták, hogy egy hordágyon fekszem egy mentőnél, de hát mindenki rendes volt a teremben, ugye meg kellett keresni a tajkártyámat a táskámban, meg a kocsit idehozták a kórházhoz, tehát mindenki roppant segítőkész volt. Még egyszer mondom, amit ti is mondtatok, hogy vérprofi munkát, szó szerint vérprofi munkát végeztek mind a mentősök, mind az orvosok. És akkor az elképzelhető most majd egy Hajdúbé közvetítés, majd ha visszamész dolgozni, akkor ugye neked nyugodt körülményeket kell teremteni, ilyen lesz, hogy hát a négyes játékos, megint nem tudom nem ki idegesíthetem az, de mindjárt. Fel magam, nem fog, de megértem. Péntek este volt, szombaton egy Honvéd Paks meccsre kellett volna mennem, ami egy unalmas nunu, tehát gyakorlatilag a hordágyból végig lehetett volna közvetíteni. Nem, hát én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy engem annyira kihozna a sodromból egy sportesemény, hogy amiatt ott lefordulnék. Még akkor is, hogyha ez egy sportúsági infarktus közeli állapotba hozott minket ez és ez a csapat. Úgyhogy ez szerintem nem lesz akadály. Nyilván
Nyilván hát nagyon sokan kívántak, és nektek is köszönöm jó kívánságokat, biztató üzeneteket, de az megfigyelhető, hogy főleg mondjuk a mi foglalkozásunkból adódóan nagyon sokan úgy érezték, és ennek hangot is adtak, hogy ez tulajdonképpen velük is megtörténhetett volna. Hiszen azért valljuk be, nem a legegészségesebben élünk, keveset alszunk, stb. És nem fordítunk annyi figyelmet a pihenésre, olyan dolgokon is fölizgatjuk magunkat, amin esetleg nem kéne. Úgyhogy hát ez intőjel nekem is, mindenkinek, hogy egy picit figyeljük a saját szervezetünkre. Talán a legmegdöbbentőbb ebben az, hogy olyan váratlanul ér minket, nem? Szóval amíg az ember ezt mástól hallja, addig kicsit az ember sebezhetetlennek gondolja saját magát. Aztán történik egy ilyen, hogy ott vagy egy edzésen, egyszer csak egy mellkasi fájdalom, következő pillanatban már mentő és műtét, és ott valahogy az ember úgy képzeli, vagy hát én is sok hasonló helyzetben lévő emberrel beszélgettem, hogy egyszer csak úgy meglegyint valami, amin úgy azért elgondolkozol, és átértékelsz egy-két dolgot. Te jó Isten, én is ilyen sebezhető vagyok, te jó Isten, ez velem is megtörténhet, és akkor ilyenkor jönnek ezek a nagy átértékelések, nem? Az ember pihenésével, munkájával, táplálkozásával kapcsolatban, amikor rájön az ember, hogy sebezhető. Vagy hogy ez vele is megtörtént. Nálad volt ilyen, vagy gondolkoztál ezen? Hát, hogy mondjam, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy engem megcsapott a halál fele. Mármint mint érzés. Egyébként megcsapott, mert ha én ott, mit tudom, én szívoskodom, és azt mondom vissza, na hát kapuba még azért beállok egy kicsit, ott focizgatok, akkor könnyen lehet. Igen, hasznos tagja leszek, és az a bérdög leszakad, így van. Igen, könnyen lehet, hogy nem. Ha nem ér oda időben a mentő, ha nem műtenek meg profit, ezer minden dolog történhetett volna. Inkább az van, hogy van néha olyan, amikor az ember úgy érzi, hogy fáradtabb, ezt csinál, azt csinál, de nincs következménye. És ha nincs következménye, úgy tudnám ezt fölfogni, hogy mintha amikor játszol a ruletten, és teszel a pirosra, és állandóan nyersz. És tudod, hogy egyszer nem fogsz nyerni, mert előbb-utóbb biztos, hogy bejön a fekete, na de abban biztos vagy, hogy a következő gurításnál még piros lesz. És egyszer csak fekete lesz. Már a szó átvitt értelmében azért. Úgyhogy nem tudom megmondani azt a pontot, hogy nyilván áldom az eszem, a saját nagyságom, azt most itt fényezem, hogy kijöttem, és erre a fájdalom, mert erre tudtam, tehát nagyon sokszor voltam fáradt, tehát nagyon-nagyon sok minden volt, amit a szervezet, az ember azért megismeri a saját testét, szervezetét tudja, hogy mire, hogy reagál. Ez egy olyan fájdalom típus volt, amit még soha nem tapasztaltam. És mivel nem szűnt meg, tehát noha mindent kipróbáltunk ott, ami lehetséges, ezért gondoltam azt, hogy ez egy kicsit komolyabb, mint aminek elsőre látszik. Tehát itt nem hihetetlen, arról, hogy azért még szúr az oldalam, mert beszorult a levegő. De hihetetlen, hogy még infarktus sem tudsz kapni amatőr módon, hogy ezt is profiként kell. Hidegvérrel. Érted? Hát már én gondolkodom, hogy ez egy előre megszervezett infarktus volt. Hát kérlek szépen, hát nyilván nem. Tehát azért mondom, hogy a mindannyian majd, hogy nem, ahogy itt elmondták, hordozunk magukban egy potenciális infarktust. Ha tetszik, ha nem. Hogy azt megkapjuk-e, vagy még az utolsó előtti akadálynál valamit változtatunk, hogy ne kapjuk meg, arról nem is tudunk. Sőt, olyan is van, aki kihord lábon infarktusokat, kisebb infarktusokat. Olyan infarktusok is vannak, mint megtudtam, amelyeket talán maga az orvos meg a beteg észre sem venne, ha a műszer nem mutatná. De hát az a jó, hogy azt érezt most itt meg tudjuk beszélni, nem pedig itt egy nekrológot kell mondani, hogy hely Pista, hogyha azt a lövést még nem akarod ott kivédeni. Látod, igen. De írják a hallgatók, egyébként nagyon jó arcok, abszolút egyet éreznek veled, azt mondják, szinkronúszást még közvetíthetsz. Így van. Nem a víz alól, hogy igen, a víz alá már nem mehet. Ennek a hallgatónak azért azt mondanám, tehát ha úgy gondolja, hogy beugrik 6 nő fürdőruhában egy vízbe, az már engem nem izgat föl, akkor ez sértésnek veszem. Nagy a baj. Az a baj, ott van az a rohadt orcsipesz, ami annyira kiábrándító, hogy bárhogy néznek ki, meg bármit csinálnak, az orcsipesz miatt egyszerűen oda az illúzió. Gomolyan de abban egyébként tökéletesen igaza van a hallgatónak, hogy mielőbb szeretnénk újra hallani tényleg az éterben, ahogy az izgalomtól túlfűzött hangon mondod, hogy vezér lép F4-re. Igen. Írják neked is, nagyon sokan jobbulást kívánnak meg, sokat drukkolnak neked, hogy hát ez az, látod, ez a rohadt foci, marad a PS. Tehát az... Igen, aki játszik az értő, hogy miről van szó, hogy ez maradt már ebben a formában. Na jó, van, örülünk akkor, hogy jobb a hangod. Igazából tényleg olvastuk ezeket a híreket, és nagyon drukkoltunk neked.
Hát a nehezén túl vagy, mondhatni. Milyenek a szobatársak? Egyedül vagy, többen vagytok, megkaptad-e már a kórházi kosztot, vigyünk-e valamit? Mivel most egyedül vagyok egy kétágyú szobában, így a szobatársakról nem mondom, hogy órákig tudnék beszélni, de nincs itt senki. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy ebben az őrzőben, ebben egy hatágyas korterem volt. Tehát itt azért, tehát azért ez maga a csoda. Tehát volt mellett, ugye függőnyel el vagyunk választva, tehát arcokat nem is látom, hogy itt vannak mellettem. Mellettem feküdt például balra Klárika, egy idősebb hölgy, tündéri asszony, aki a harmadik napon elmondta, hogy őt tulajdonképpen Klárikának hívják, hiába van a lázlapon Irén írva, és most már hallgat az Irénre is, de valójában Klára. Tehát nem bánja, ha Klárának szólítják, mert ez valódi neve. Hogy ott volt egy tündéri ember, Laci bácsi, aki ez a felesége, lánya, szinte egész lányai egész nap bent voltak, de minden este fél tízkor Laci bácsi átértékelte a világot, és úgy gondolta, hogy ő most egy szombathelyi kosárlabda csapat edzésén van. És elkezdett nekik edzést tartani, miközben tépkedte le magáról nyilván azokat a műszereket, amiket nem kellett volna, és negyed ötig arról, hogy ő Asbóth Józsefnek szedte a teniszlabdát egészen odáig, hogy a szombathelyi jégpályán mit csinált, elmondta a fél életét. Hát ez mint az alvás gátolta, és akkor, amikor negyed hatkor már azt hittük, hogy nem tud újat hozni, akkor Laci bácsi benyögte, hogy egy dolog hiányzik innen, gyerekek, innen a tetőről, mondta, ekkor már egy kicsit elbizonyítottunk, egy kenguru. Hát úgy, hogy... Óriási forma, nagyon jó. Jó, jó a bulinálatok is, a negyed kilenckor teljesen kórházban vagyok. Azt, hogy az aksi töltőt úgy értette, hogy vasi töltő, ő pedig vas megy egy gyerek, és elkezdte a történetet előről, hát erről már nem is akarom. Tehát a nyugodt, csendes, pihenőtnek van. Tehát ha csak javasolni tudom mindenkinek, egyébként meg hozzáteszem, hogy itt azért nagyon komoly munkát végeznek, ugye mind a nővérek, mind az orvosok, olyan körülmények között, amelyek hát azért nem hasonlíthatóak össze egy nyugati kórház körülményeivel, és ezzel nem megsérteni akarom azt a kórházat, ahol jelenleg vagyok, hanem ez egy ténymegállapítás, de kétségtelen, hogy hangulati elemként egy-egy beteg is tud pluszt hozzátenni a kis zajos mindennapjainkhoz. De azért az mindenképpen megnyugtató azok számára, akik esetleg olyan helyzetbe kerülnek, mint te, hogy profik várják bent ebben a kórházban, és hogy biztos számíthatnak rá, hogy megmentik az életét. Igen. Azt kérdezik azért, hogy azért a mai Róma Bayern simán lehoznád, ugye Pista? jobbulást kívánnak egyébként. Köszönöm szépen. A helyzet az, hogy valójában valószínűleg igen. Tehát én nem érzem úgy, még egyszer mondom, tehát most sétálgatok itt egy kórteremben, telefonnal a fülemen várom a vizitet, hogy 90 percet beszélni olyan nehéz lenne. Ugyanis nyilván mondjuk egy sportriporteri munka az nem fizikailag a legmegterhelőbb. Tehát közben nem 10 kilós vasakat kell emelgetnem, ha a Bayern támad, és 20 kilósokat, ha a Róma. De hát azért nem szabad viccelni, mert ugye saját szervezetünkben nem látok bele. Tehát én most például nem tudom, hogy miközben veletek beszélgetek, mennyi a vérnyomásom. Lehet, hogy indokolatlanul magas. És ennek talán... Gyorsan letesszük, Pista, nehogy gond legyen, ülj le! Inkább csücsülj le valahova! Jó, úgyhogy hát a Róma Bayern, a nagy bánatom, ezt nem fogom látni valószínűleg, de majd bepótolom, úgyhogy aggódni, nagyon örülök, hogy mindenki aggódik. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyok, és lesz ebből még, ha majd tavasszal esetleg, vagy találkozik a Róma, vagy nem is a Róma Bayern, a Bayern Róma, bár azt mondjuk két hét múlva lesz, azt hiszem, tehát addigra nem tudom, hogy mi történik. Nyilván azt is ki kell majd próbálni, hogy mondjuk egy közvetítés alatt hogyan viselkedik a szervezet. De még egyszer mondom, itt szerencsére úgy néz ki, hogy értik a dolgokat, hogy tudják, hogy mikor kell itt Róma Bayernezni, és mikor tényleg vezéres négy, ahogy mondtad. Jó, igen. NB1-et egy ideig ne jó, mert tudod, hogy azon csak felhúzza magát. Azon viszont mindenki felhúzza magát, úgyhogy azt ne, igen. Nagyon drukkolunk, és jobbulás neked, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk veled. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük szépen. Helyes, nem? Nagyon, 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 nagyon jó arc, és hát rengeteg hallgatónk így a Facebook oldalunkon is természetesen, meg SMS formájában is jobbulást kíván neki, ezeket természetesen közvetítjük. Így van, 8:30 volt pontosan, 5 perccel 3-as ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja.
a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan egy perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, Budapesten. Hello srácok, Nels Pruittban. Piros mellénykéd, nagyon jó. Kicsit fázunk, ki kellett kísérni. Hány kilóig tart fent? Ez kérlek szépen 200-ig, úgyhogy még tudok hízni, ha gondolod. Életmentő mellén, kicsit kikísértem Lacit megnézni, hogy milyen az időjárás. Hát mocsok, szakad az eső, és hideg van, bár ugye egy perccel még, vagy egy fokkal még mindig jobbak vagyunk, mint ti, de hát ez majd változik, amikor ott jó idő lesz. Viszont jó hírem van, óraállítás van a hétvégén egy órával, ti többet tudtok aludni, mint mi. Aha, csak később kezdődik majd este a tévéműsor. Semmivel nem alszunk. Nem alszunk többet. Ugye mi nem állítunk, ami azt jelenti, hogy 7-kor kezdünk, viszont később is fekszünk egy órával. Á, jó, tehát hát igazából az alvás idő az ugyanaz marad, de mi, te 6-kor kezdesz, mi 7-kor kezdünk. Így van. Igen, igen, igen. Na, itt közkívánatra egyébként ugye beszélgettünk Hajdúbé Istvánnal, és helyes történeteket mesélt nekünk. Egyrészt, hogy jobban van, és nyilván ez a legfontosabb. Kettő elmondta, hogy milyen ott és milyenek a szobatársak. És hát mindenki együttetően, vagyis hát legalábbis hallgatóink nagy többsége a Koplárovics gólt szeretné meghallgatni Hajdúbé István tolmácsolásában. Mert hogy hát az valami elképesztő nagy gól volt egyébként, és hát egy fontos pillanat, ugye, amikor is ugye, hát legyőztük a Manchester United-et 1-0 az utolsó, vagy 90 vagy 91. percben, ugye Koplárovics betalált. Koplárovics gyártott egy dühös, kiábrándult, csalódott és mérges bekemet. Igen, aki kicsit kiábrándult még akkor a Manchester United-ben. Focizott ő, és elmondta, hogy olyan volt a pálya, mint a Liba legelő. A felvétel nem jó, viszont a hangulata annál inkább, úgyhogy egy igazi, hamisítatlan, hát hajdubés közvetítés, méghozzá Koplárovics gól. Hát az időpontot meg nem mondom. Van, mikor volt ez? 90, 1700. 1700. Régen volt ez. Régen volt, igen. Szanosi kérkezett labdán. Szanosi, Szanosi! Neki lenni jól, a tájtett gól! Na, csodálkoztok a szívinfarktuson? Ezek után tényleg csodálkozik? Csodálkozik valaki? Hát igen, nagy pillanatok. Hogy kikapott a Manchester United? Ezt az, verve futottak hazáig. Helybe jöttek a gólért. Na jó van. Oké, megyünk tovább. Hármasugrás, játsszuk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Igen, valaki azt írja, nagyon nagy forma ez a Faragó Ricsi jobbulás. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Gábor! Gábor, honnan hívsz minket? Bükkfürdőről. Új, de szeretem azt a helyet, én mennyit jártam oda régen. De aztán kitiltottak. Azóta már csak 4 csillagos lett ez a hotel. Nem olyan jó már, de az egy nagyon jó kis szálloda volt egyébként. Régen te is abban a szállodában vagy egyébként? Nem, én a fürdőn. A fürdő? Hát az is egy nagyon szép, egy híres kis fürdő, az is nagyon jó. De mit csinálsz, baj van? Vagy miért kell neked gyógyfürdőbe járni? Nem, itt dolgozok. Ja, és mit csinálsz? Kabinos masször? Informatikával foglalkozok. Informatikával egy gyógyfürdőben. Hát erre nem gondoltam, most hárma tippeltem volna, hogy mit csinál az ember egy gyógyfürdőben, az informatikust valószínű kihagytam volna. Egyébként. Nagyon sokan kihagynak egyébként, de fontos szerepünk van nekünk is. De jó az. De oda megy a vendégbe, jött egy iszapakolás és enter, nem? Így van. Ja, hát, de annyira kell, nem vágom ezt a témát. Ehhez is értünk. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Hát kiválóak. A tegnapiakból megmaradja a feladat. A kettőért rá kellett vannom egyet, nem fogjátok kitalálni. Az elsőt, és már meg is van a kérdésünk, szerintem nem lehet nehéz. Főleg, hogy egy informatikussal állunk szemben, illetve ülünk szemben ebben a pillanatban, akinek valószínűleg hasít a nete, illetve rettenetesen gyorsak az ujjai. Reméljük. Na, meglátjuk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért.
Mi a fő ízesítő anyaga görögök egyik nemzeti italának, az úzónak? Hát ánizsal készül. Úgy van, pontosan. Egyesek szerint csodálatos, mások szerint ihatatlan. Én az utóbbi csapathoz tartozom. Szerintem borzalmas. Borzalom, mintha 100 darab felolvasztott negrót szopogatnál körülbelül a szám. Szörnyű. Borzalmas. Szörnyű. Olyan, ilyen nagymama pia, igen, nem? Igen. Nyere ide, kisimokám, most már elég nagy lettél. Kis tojáslikör, meg egy kis úzó. Itt van egy ezres a ballagásra, és ezt hajtsd föl. Örököknél még rosszabb. Hajtsd föl, mert én már be vagyok nyomva, mint az adat. Na, mehetünk tovább? Mi legyen? Igen, mehetünk. Nyugodtan. Jól van, Gábor. Így szól a második kérdés dedikált Morning Show-s Klassz FM-es egér alátétért. Milyen élőlény a gyurgyalag? Ez madár. Tényleg gyorsan etted. Na. Jó van, tényleg jó van. Jól van. Rendben van, megvan az egér alátét is. Menjünk-e tovább az óráért, vagy álljunk meg és elviszed a fixet? Megnézhetjük az órát is akkor már. Jó. Na. Van internet, amit használsz egyébként? Nem, igazából itt ülök lenne a parkolóban, mert most értem volna bedolgozni. Volt egy jó kis csárda ott Bükkfürdőn, a fürdő mellett. Még mindig van, de tulajdonos váltás történt, és levették az étlapról a fokhagymakrémlevest. Ez az ember mindent Bükkfürdőre. Ott született. Egy élő bédekkel. Ott van egy csárda. Nem is olyan régen ettem ott, és volt. Akkor valószínű közkívánatra visszatették, igen, olyan fokhagymakrémlevest adtak cipóban, hogy megőrülsz, és tulajdonos váltás történt az étteremben, és levették, de akkor most úgy látszik, hogy visszatették egyébként, mert a népharag nem engedte. Nagyon jó kis étterem ez. Na mindegy. Jó, és van ott egy patika, na jó. Igen, patika, igen, és emlékszem, volt egy szemüveges, kicsit melirozott hajú, nagyon kedves gyógyszerezőnk, aztán elment, mert aztán, hogy a másoddiplomás lett. Így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Mi volt első Mátyás magyar király testvérének a keresztneve? Húha, hát ez jó kérdés. Nem nehéz. Mihály. Hogy? Az nem. László. László. Hunyadi László. Hunyadi László. Így van, a tragikus sorsú Hunyadi László. Ismerjük a történetet is, így van. Vagy legalábbis állítjuk, de mivel kevés az idő, ezért nem megyünk bele, és így megúszunk, hogy hülyeséget mondjuk. Na bumozz egyet, ez nem sikerült, lehet, hogy meg kellett volna állni. Jó, figyelj, mennek az ajándékcsomagok. Figyelj, Gábor, tiki-taki. Ne viccelj már. Hát hogy? Fellőttél és a fejedre esett. Tehát ez nem, hogy íverem volt, ez fölötted, az visszaesett rád. Tehát ez semmi. Hát ez, azt is volt, hogy van egy puk. Bármit, vagy bam. Az én boom szoftverem bezárta magát a számítógépen, ez annyira szánalmas volt, de tényleg, ahogy elindítottad, az, hát ez így nem csak semmit. Figyelj, ha most ez egy tüzérségi támadásnak az indító boomja lett volna, akkor így a többiek a tüzértársai azt mondták, hogy jó van, hát ez így nem fog menni, és ez a csomagunk össze, jó? Húzzunk haza, érted, ezt dobjuk be a török között. Hite hagyott volt kicsit. Gábor, nincs ajándékcsomag, de beszéltünk, neked jó gyógyfürdőzést, illetve pontosabban jó munkát, és köszi, hogy itt voltál. Figyelj, volt ott egy jó cukrász. Köszi, Gábor! Szevasz! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, M5-ösön a Szeged felé 39-es kilométernél műszaki mentés van, alakul a sor, ráadásul szakad az eső, mindenki menjen óvatosan, Doki küldte nekünk. És van egy hármas kocs az Alkotás úton, a Bach csomópont és a Déli pályaudvar között kifelé a városból, 2 perc, és valószínű ez is elesik, úgyhogy figyeljetek. 5 perc van pontosan, 9 óra, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy a hírek után Kassa Tibivel folytatjuk. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Túl a reggel, és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a szuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasonló, Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból.
9 óra múlt 9 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri, hello sziasztok! Mindenkinek. Jó reggel. És ahogy látjuk az SMS falat, hát többen tényleg esernyőnek használják az autót, mert hogy bedugult minden dugó van, szerte az országban, ahol esik az eső, ott előkerültek a kis mazsolák, akik nem mernek ugye busz megállóban áldogálni, inkább beülnek az autóba, vezetni viszont nem tudnak, és innentől kezdve jön a káosz. Tehát... És veszélybe került ezért a kaszakeddünk? A kaszakeddünk nem került veszélybe, de majdnem veszélybe került, mert egy Tibi is hosszú ideig jött, de tényleg ez a esernyő helyett autót használok, ezt ki kéne tiltani a forgalomból, nem? Tehát ne vezethessen az, aki csak esernyőnek használja az autóját, mert feltartja az egyébként többi jól vezető autós társat. A szadáról befelé irányuló forgalomat szerintem valahogy, én azt gondolom, hogy zökkenőmentesebbé kellene tenni, intéznünk kellene a Tibinek egy megkülönböztető jelzést. Egy villogó. Rendőri felvetett. Közérdeket szolgál. Vezessék föl, hogy érjen ide, igen. Na, mindjárt beszélünk vele, és gyorsan előtte egy-két közlekedés. Áll a Soroksári, ha valaki tudja az okát, küldje el, többen kérdezik, hogy mi a helyzet, visszafordult a Csepel felé, többek között Gábor is kérdezi. Egyelőre a falon nem látom, de ha valaki megírja, akkor azonnal mondom. 11. kerület is elveszett, áll a Fehérvári, a Tétényi befelé, már szinte Budafok szélétől. Gondolom a Szerém és a Budafoki sem jobb. Armando írta ezt nekünk. A Soroksári út azt mondja, hogy beáll a Petőfi híd felé, teljesen nem is lehet menni rajta, ezt Gábor küldte nekünk. Aztán a Reptéri út befelé, a gyorsforgalmi mellett, a két felüljáró között beállt, üzeni szintén Zsolt. Az M3-as elején mérik a festékvastagságot, TJ Hooker küldte ezt nekünk, valamint az M5-ös Szeged felé vezető oldalán a 39-es kilométernél műszaki mentés, alakul a sor, szakad az eső, úgyhogy minden frankó, óvatosan menjen mindenki, ezt Doki küldte nekünk. Mezőtúr Turkeve között van egy baleset, és az Alkotás úton egy 3-as koccanás a Bach csomópont és a Déli pályaudvar között, már ott is hatalmas a dugó. Hát igen, tipikus. Szóval látszik, esik az eső, jönnek azok, akik nem, egyszer nem tudnak vezetni. Így van, mi nem állzik be, az ernyő és az autó. Hol az ernyő? Na mindegy, akkor menjünk autó. Igen. Na, kedvan, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Wow! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! 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 Kakasza Tibi, kakasza Tibi. Ma. De jó látni benneteket, de jó látni téged, Jani. Nem hittem, hogy ezt egyszer ki fogom mondani, de tehát ez olyan bűntudatot csináltál nekem, tehát miután itt fölvonultam a kajákkal, tényleg merő jó szándékból behoztam egy picikét az itthoni ízeket, ugye? És te abban a pillanatban délután egy ilyen hattyú halálával elloptad a sót, tehát hogy ez nem volt úri dolog. Nem, gondolkodtam rohadtul, hogy most vajon hogy tudnám überelni a Tibit, vagy hogy tudnék rádobni egy jollit. Édesanyám, de jó hosszú! Alszanak mellettünk a szobába, jelentek. Aludnának. Pont most mondta egyébként a Gábor valamelyik nap, mert még mindig ő van mellettünk, hogy most nem olyan csendesek vagyunk. Hát erre most rácáfoltunk. Aha, pont egy hete volt, mikor... Ezért volt kicsit. Így van. Kb. Hogy menj az időt, jó Isten. Igen, kb. Ilyenkor koppantam. Repül az idő, ha jól mulat. De hogy most már megtanultam, ezt el se hoztam, mert figyelj, ezt elhozom, olyan rizskokot csináltam, mondom a Ferinek is. Ó, Istenem. Hogy elájulsz, hogy bekékülsz, besárgulsz. Láttam a Facebook oldalon, ott menőztél, marha jól néz ki egyébként, látszik, hogy látványfotós vagy, főzni biztos nem tudom, de jól néz ki. egyébként marhára így van. Tehát, hogy valamennyire gyönyörű megcsinálom, de utána megfotózni, viszont figyelj, tehát, hogy olyan három lámpával úgy van bederítve, tehát, hogy rizskók még annyi figyelmet nem kapott, sminke sem volt a rizskóknak, tehát jó, figyelj. Jó, csak mondom, hogy Balázs jön föl, nagyon már a nyakadban liheg egyébként, tehát, hogy nem Instagram. Tudom, hogy az Instagramunkat, azért a képekre. Instagramon átvettem a hatalmat. Én és a barátaim nyomulunk az Instagramon. Ott vagyunk. Már lassan 11 000-en vagyunk. Óriási tömeget képviselünk.
és hihetetlenül nyomulunk. Igen, viszont... három havonta egy kép. Igen, úgy, azok milyen gusztusosak, érted, egy marék falevelet is meg tud úgy fotozni már Balázs, hogy elkezd folyni a nyálat. Az biztos, igen. Mondjad, viszont mivel tudjuk, hogy Balázsnak mennyire hiányzik az autója, és mennyire fontos neki, ezért nem tudtunk elmenni a dolog mellett szó nélkül. Tehát, hogy mindenképpen azt akartuk, hogy egy picit érezd a törődést. Ugye egy autónak mi a legnagyobb ellensége, Feri? Az állás. Azt minden egyes szaki elmondja, hogy figyelj, ha egy dolog, amire oda kell figyelni, akkor az, hogy picit beindítani, legalább hetente kétszer menni egy kört a ház körül és letenni. Ha ugye? Beültetek az autómba, na most ha hozzáértetek, na most ugye ezen a logikán... ha kiálltatok vele a garázsba, hát, meghaltok, mindannyian bombát dobok az épületre, ha csak hozzá nyúltatok az autómhoz, megölök mindenkit. Eleve tök irritáló, hogyha ez nektek sikerült, miközben neki nem sokszor. Ha elindultatok és oda is értetek, eleve irigy vagyok. Akkor meg végig. Most elmondom, hogy a Vikitől elkértük a kulcsot. Nagyon cuki volt egyébként, a Viki azt mondta, hogy csak nekem odaadja. Halál aranyos volt. És akkor elvittük egy picikét, mert Ferinek volt egy ilyen függőben lévő disznóvágásos meghívása, autó hiányában nem tudott volna elmenni, de egy ketten lementünk. Most én csak annyit akarok mondani még a Feri védelmében, hogy én esküszöm rá, hogy az a horpadás már előtte is rajta volt. Tehát, hogy tényleg nem mit csináltuk. És az volt, hogy elkezdtük tesztelni a dolgot, hogy szerintem ugye nem fér be a disznó, de már leszúrás után, tehát megnyugodt, azt nem élő malacot így tettünk van be, hanem kicsit jó vérzett még. Kivéreztet... tettetek valami fóliát a csomagtartóba. Kivettétek a nagyon drága, vagy egy csomagtartó tálcát, ugye, hogy nem véreztétek össze. A csomagtartó tálcát nem, alatta volt valami kárpit, de azt mondták, fölhívtuk őket, azt mondták, hogy slaggal mosható, úgyhogy utána kimostuk. Aztán később szóltak, hogy az a nagyobb testvére ennek az autónak, ami slaggal mosható, úgyhogy ezért bocsi, itt hibáztunk. Most azt akartam mondani, hogy közben volt egy-két ilyen kis belső játékuk autókázás közben. Feri például kötött egy fogadást arra, hogy szerintem nem lehet letörni a bal tükröt. Mindegy, legyen elég annyi a sztorihoz, hogy jön egy ezressel Feri. Ez volt az első dolog, a másik meg azon gondolkoztunk, hogy tényleg bőre a belső, tényleg. És én hallottam azt már, ez egy régi ilyen vizsgálati módszer, hogy öngyújtóval ha égeted, és hogyha barnára pörzsölődik, akkor bőr. Itt én megint buktam egy ezres, mert tényleg az. Rohadékok. Na, de a lényeg, a lényeg az, hogy viszont a végén, mivel elég sokat mentünk vele, ezért a legjobb dízellel tankoltuk meg, tehát hogy... Az, te hülye, ezt most elrontott, ja, azt kell, hogy a legjobb benzinnel, de hülye vagy. Na, blöföltél, nem jött. Ha a dízelt raktál beleve, akkor nem szúrtál ki, mert az a dízel az autó. Most ha 95-ös raktál volna, akkor szúrtál. Most igen, már nem is igaz, most kiderült, hogy nem igaz, amit mondtatok, de szóval műbőr belülről. Nem, az van, hogy a dízelt azt a hűtőfolyadék helyére töltöttük be, mert az ütközésnél kifolyt, ami volt benne. Ezt akartam mondani, viszont után kellett tölteni. Viszont levittük azt az őzet az útról, amit a Feri levadás vele. Jó, de és a másik az egyébként, hogy ez még most függőben van, de majd ki fogunk menni, és állítólag az a pörkölt folt simán kijön. Tehát, hogy nem lesz azzal se baj, mert a Feri... A cigicsikkel vegyétek ki, az a simán kijön. Feri marha flamos lett arra a kocsiba elszívott fél doboz cigire. Nem, figyelj, csak cigicsikkel nem jön ki, azt kipróbáltuk. Igen, megpróbáltuk kiégetni. Mondjuk most azt hiszitek egyébként, hogy fájdalmat okoztok Balázsnak, de az a helyzet, hogy napok óta járunk egy kis autóval, egy meglehetősen kis, pici kis jószággal, és a rovernak túl jó a rugózása ezekre az utakra, valószínűleg nem is éreznénk belőle semmit, viszont ezzel a kis autóval, ott, ahol egyébként 20-szal lehetne menni, mi igyekszünk kihozni belőle minél többet. Pontosabban Balázs, én csak kapaszkodok és megpróbálok túlélni, illetve nézek hátra, hogy követnek-e minket a biztonságiak, de most már új szerelme van. Gyerekek, egy Dodge autót kaptunk, így és azzal van járunk, ez és egy bérelt autó. Ez német egy, autó. Egy német autó, egy 1-1-es kis póló, és hát csodát lehet vele tenni földúton, főleg ha használod a kéziféket. Bizony, azt nagyon szeretem. Találtunk a múltkor a padlon némi ezüstet, azt neki tudott, nem ezüst, hanem amalgám, és az én fogaimból ugrál. Milyen kín a forgalom? Hát amerre mi járunk, ott egyre jobban tisztul. Balos, meglátszok, most már nagyon szeretem. Fura, még mindig fura kicsit balra bemenni a körforgalomba, tehát azt nem tudod hova tenni, mindig várod, hogy jöjjön valaki szembe. De egyébként egészen szokható, tehát nyugodtabban vezetnek. Nincs ez a nagyon fura ilyen ledudálom, lenyomom dolog, ez egyáltalán nem ismerik, tehát mindenki lehúzódik, viszont a gyalogosokat nem engedik el. Tehát a gyalogos kultúra itt nincs meg. Ha lelépsz az autó elé, nem áll meg rád dudál, akkor enged el, ha te egy fekvő rendőrön lépsz le,
akkor is lassít, de nem miattad, hanem az autóját félti a fekvőrendőrtől, tehát a gyalogosokat semmibe veszik. Az például nagyon érdekes a magyar közlekedési kultúrához. Ha már viszont az úton vagy, akkor a balra tarts náluk, működik. Ha előzni akarsz, azonnal lehúzódnak. Az nagyon kultúrás. Illetve ha nem húzódnak le, akkor itt jön elő annak a bizonyos európai közlekedési kultúrának a megismertetés, a megszoktatás, a megszeretetés, amit egyedül itt csak Balázs képvisel, a ledudálok, és átszólok neki a másik oldalra. Most ez valamelyik nap volt. Én már ezt hiányoltam egyébként, mert ő azért elég vehemensen vezet, és hát ugye tud is vezetni, tehát hogyha azt érzi, hogy valaki mondjuk egy kicsit ilyen hobbi vezető kategória, akkor dudál és átszól. És most valamelyik nap már volt ilyenünk. Na de és majdnem balesetet okozott a hülye. A hülye barom, igen, meg hát utána figyelmeztettem, hogy ne felejts el, hogy itt többen hordanak a kesztyűtartójukban nagy kaliberű fegyver. Hagyjuk inkább, vagy engem, érted? Mert azon veszük észre magunkat, hogy átmegy rajtunk egy golyó. Igen, valaki balesetet okoz, hát arra rá kell dudálom. Hát a hülye ment egy záróvonalon, elkezdett jobbra indexelni, majd befordult balra, és mindezt padlófékkel csinálta, hát nem tűrhettem, hát rádudáltam, hogy hülye vagy, hát mellettem négyen ülnek, mindannyian meghalunk, ne csináld ezt. És akkor de úgy tudsz... csináljuk egyébként, de úgy se értik, bocsánat, hogy a szabadságok, úgy se értik, hogy mit mondunk, ezért folyamatosan mosolygunk, amikor mondjuk, miért nem ész a rohadtanyádba, te idióta, te! Igen, aztán kiderült, hogy magyar volt. Meg akarsz hallni? Ugyanezt akartam mondani egyébként, hogy mit tudok átkiabálni. Tudod-e, hogy én ki vagyok? Nem, kiabálunk át semmit, de hát ha balesetet okoz azért, akkor szólni kell, hogy ne fékezzen padlóval, amikor egy százas táblán is nyom egy padlót, balra indexel és jobbra akar fordulni, mert mindenki meghal, mert te meg közben kerülni akkor oda, hülye balra indexel, te kikerül egy jobbról, erre elkezd jobbra fordulni. Hát azért az... az egy összetett művelet, azért balra indexelni és jobbra fordulni, hát azt helyre tettük. Ezt akartam mondani, remélem azért a pálmafák látványa egy picikét kárpótol benneteket, a 6 plusz 4 gyémántos csillagos ellátás és a szuperluxus, amiben vagytok, de nem a rossz közlekedési morál, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Hát nagyon-nagyon nem szívesen kezdek bele ebbe a böki a csőrömbe, mert kicsikét le kell, hogy leplezzem magunkat. Ugye hárman vagyunk Janival szemben egy bizonyos témában. A jó oldalon. Hárman vagyunk a jó oldalon, ugye, az erő jó oldalán egy bizonyos témában, de muszáj, hogy egy kicsit szint vagyok. Elkezdett a kezemben haldokolni az almácska. Ne, hát milyen almád van neki? Romlott, kukacos. Kukacos lett az almácska. Hát álltál az erősötét oldalára? Nem, hanem hát ugye belefolytam most egy szerviz procedúrában, amit mi almások ugye nem ismerünk, mert ugye ez az eszköz nem tud elromlani. Ugye ez sosem hagy cserben, ugye, mint a jó autó. Míg hát Jani gyakorlatilag mindig két szerviz telefon között van éppen. Tehát ugye, így van, így ahogy mondod. Most még viszonylag hosszú az intervallum, hiszen 3 éven még nem sikerült a szervizbe vele, de nyilván úton vagyok a szervizben. Na jó, de ennek is mi az oka, kinek van négyünk közül, kinek van egyedül két telefonja, neked, Jani. Mert megbízhatatlan. Azért, mert bármikor baj, igen, lehet a másikra. Jöhet a baj. Tökéletesen igazatok van, és a másik milyen típus? De mondjuk ki. Szóval a lényeg az, hogy kukacos lett az almácska, és gondoltam, akkor elmegyek, és akkor elviszem meggyógyítani a kis almát. És azt az információt kaptam megint, amivel többször szembesültem, és mindig ugyanúgy fáj, hogy beviheted, nem tudom, 4 nap, vagy nem tudom, 3-4-5 munkanap, amennyi, addig szépen te ezt nullázd le, dobozába tedd vissza, add oda, azt majd 5 nap múlva, vagy ezt megjavítják, vagy a kapsz helyette, vagy nem tudom. Kelet felől érkezne. És addig pedig a telefonáljál, úgyhogy a bal tenyeredbe beszélsz, és tárcsázol a izéddel, a hüvelykújaddal a csuklódon, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen ennek a csere telefon dolognak még mindig nincs meg a normális kultúrája. Nem tudom, hogy egyébként a világban megvan-e, de hogy tényleg rászoktatnak téged erre, hogy ezt használd, csináld, az egész életedet tárold rajta, e-mailez, böngész, az összes zenéd, kontaktod, hívásod, minden rajta van, az formázd le, add le, és akkor onnantól kezdve, nem tudom, mászkáljál, írjál föl kockáslapra 4 telefonszámot, ami nagyon fontos, azt a... keresél vonalas számot majd megoldod. Fülkét. Tehát, hogy most ezt hoztam böki a csőrömbe, hogy még mindig nem tudták ezt kieszelni. Én azt se bánom, hogyha fizetős. Tehát tudom, hogy néhány szolgáltatónál van benne 3 cseretelefon, az semmilyen szempontból nem lesz a te márkád, egyébként meg a te minőséged. Valamit tudnak ad, de hogyha ez például ez kártyafüggetlen volt, amit én vettem, ez nem szolgáltatónál vettem, ott ez eleve nincs is.
Tehát, hogy miért nem tudnak egy olyat kitalálni, hogy azt mondja, hogy legyen egy napi díja, én nem bánom. Tehát nem bánom azt, hogy ingyen tartson fönn nekem egy ilyen cseretelefonflottát, de valami megoldás legyen arra, hogy nekem ne az a bal kezembe kelljen beszélni. Most nem tudom. Nem lehet, hogy az van ilyenkor, hogy arra gondolnak, hogy neked volt egy régi telefonod, amire ezt lecserélted, érted? És hogy az még megvan. Hogy igen. Miért nem használod azt? Csak az a jó szívem, mert tudod, mert az nem, a baj... Nem, figyelj, Tibi, az a, most nem tényleg hajtalak egy picit benneteket érvényesülni, Balázs, mert így te vagy ott közelebb. Próbáltatok visszajönni ebbe a dologba, de... Igen, elhallgattatom. De igazából itt egyedül egy megoldás van, azt a megoldást pedig nem akarják nyilvánvalóan mondani nektek, most mit mondjanak, hogy egyetek tőlünk telefon. Adjál már, persze, hogy nem adják a saját üzleteket. A sajátját nem ajánlja, hiszen az megint el... Rodna, valószínűleg a milyenket meg nem olyan, mert nyilván nem csinál a reklámot a konkurenciának, azt ennyi, gyere, állj át az erő másik miért oldalára. Miért most nálatok van cseretelefon? Ti kaptok cseretelefon? Mi? De miért kapnák, ha nem kell nekünk cseretelefon? Hát értette most így léci. De mondjuk véletlenül leejted és betörik a kijelzője, és azért beviszed, tehát nem romlott. Ez gorilla üveg nem törik meg. Hát a te hibádból van, akkor nem adnak, akkor adnak maximum, vagy akkor adhatnak, ha mit tudom, jó a szolgáltatás, és valami meghibás ide, tehát eltöröd a kijelzőjét, mert az a te hibád. Hát az a te hibád, igaz. Azért egész biztos, hogy nem adnak. Maximum, ha valamilyen szoftverhibája van. Hát bocsánat, hogyha te összetöröd, a kocsidat saját hibádból, mert benéztél egy jobbost, beviszed javításra, és te kérsz csereautót, akkor napi x ezer forintért adnak neked csereautót. Na most az más, hát hogy a pénzről beszélünk, az más. Én de... azt hittem úgy mondod, hogy ingyen adnak-e, ha te összetöröd a kijelzőjét. Úgy nem, biztos, az, nem. Az enyém az eleve egy garis hiba, tehát az látszik, hogy az valami garanciális, tehát az viszem is biztos, hogy ki fogják cserélni. Tehát ezt ők is már most láthatatlanban elismerték, hogy ez egy garanciális hiba, de van ennek egy átfutás, és addig te pedig, nem tudom, telefonáljál a kulcstartóddal. Tehát, hogy addig ez így nincs, semmilyen megoldás nincsen rá. Én egyszerűen próbáltam kérni szolgáltatónál, és akkor is kaptam valami második világháborús telefont, amit egy ilyen aggregátorral kellett hajtani még, vagy nem tudom, tehát hogy semmire nem volt jó. De hogy egyszerűen ez, hogy erre semmilyen megoldás nincs. Ha saját hibádból, ha nem saját hibádból, hogyha neked te nem tartasz otthon 2-3 cseretelefont, akkor telefon nélkül maradsz egészen, mert nincsen rá egy normális bevett gyakorlat. A legtöbbször egyébként ezeket azonnal cserélik. Tehát az, hogy elviszik megvizsgálni, hogy most mi baja van, és addig maradjál telefon nélkül, én azt hallom, hogy ilyenkor azért itt zokszó nélkül kap az ember egy újat. Így van, zokszó, nem, abszolút így van, ez én is abszolút így van, hivatalos garanciával megyek, abszolút zokszó nélkül egy ilyen 72-96 óra. Tehát zokszó nélkül van egy 3-4 napos átfutása, amíg te ott vagy telefon nélkül, amin az egész életed van. Tehát azt megértem, hogyha elromlik a tévéd, akkor nem hoznak egy csere tévét. Elromlik a mosógép, nem hoznak egy csere mosógépet. De azért ez egy olyan hétköznapi eszköz, amire olyan szinten rá lettünk neve, vagy nem tudsz ellenni nélküle, tehát az a 3 napig se. Te most elvenném a telefont 3 napra tőled? Képzeld, annyira élvezem, hogy itt kevesebbet szól. Tehát, hogy egyébként egy komoly függőségről jön le az ember itt kint. De ha otthon vennéd el, nyilván megőrülnék azonnal. De itt nem is használom. Tehát itt most egyáltalán nem hiányzik. Otthon ez egy nagyobb érvágás, persze. Egyébként mondjuk én élek a gyanúperrel, hogy a Tibi telefonjával semmi gond nem volt, csak ilyenkor, amikor beviszi a szervizbe, akkor mindig egy kis idő kell nekik, amíg a Pink Panther foldert letöltik a privát fotókkal. Igen. Idő kell hozzá. Figyelj, Ferivel itt megbeszéltük tegnap, hogy Feri a maga részéről megadja, én mert adom. Szerinte jogos lenne, hogy egy ilyen szolgáltatás legyen, hogy akár pénzért is, de legyen egy ilyen csere telefonflotta. A többi meg tényleg a ti lelki ismeretetekre van bízva. Tényleg a kocsi kulcs még nálunk van. Tehát nekünk oké. Okay. Nem egyértelműen. Na megint nem. Most ez. Tehát ez nem egy teljesen tiszta. De miért kell? Miért? Hát beviszed a telefont, hogy elromlott, és nem bérelhetsz 3 napra egy telefont. Honnan szerezzek telefont? De most miért kell nekem állandóan zokogó 6 éves kislányok képével jönnöm, hogy megadjatok egy csörbökért? Figyeljetek. Nem tudod, ha jogos megadom, most gondolkozom. Nem ismerem az ilyen típusú szolgáltatást, de... Nem teljesen egyértelmű. Az a baj, Balázs, hogy azért nem tudsz, mert mi, tehát egy picit megint az a baj, hogy én az átlag embereket képviselem. Tehát nyilván a gyémántfón üzletben, ahol a VIP GSM-nél, ott nyilván máshogy van, ott adnak rögtön, de nekünk átlag embereknek... Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy tíz után ne hívogass minket. Megadható, de nem egyértelmű hármas. Gyerek, ebből, nem egyértelmű na jó, ebből most sem nem adtátok meg, olyan pénzt fog csinálni, a kasza csere telefon leasing flotta, amit napi díjjel fogsz tudni elvinni, most igaz, hogy 4 nap alatt szétlopják majd az egészet, de amikor indul, nagyon jó ötletnek fog tűnni.
Ja, ott inkább dobjál egy pár képet az új sarkakatásokból, gyorsan. Figyelj, hivatalos márka szervizbe vitted, vagy bevitted oda valami bevásárlókhoz? Igen, hivatalos oda. Márka szerviz? Három nap. Három nap múlva kapsz újat? Aha. Állítólag, tehát hogy, de most azt mondták, hogy a hosszú hétvégén, mert be se vigyem, vigyem utána. Mondtam, hogy 15-ször kapcsolódik ki meg be a kezembe egy nap alatt. Mondták, hogy valószínűleg szoftver, aha, mondom, igen. Mondom, azért csinálom. Na, jó, de nem azért húztam a... Janus, ez nekem kettes se tudtam adni. Vannak ott opciók. Én meg nagyon sajnálok melleteket, úgyhogy én adom. Na, de hát már lassan 9:30 van, és talán arra kell, hogy gondoljak, hogy esetleg most az egyszer hosszú évek után úgy jöttél be, hogy nincs témád? De van! De jó. Ez egy kicsi ilyen hungarikumnak élitek ezt meg kín egyébként? Igen, ez egy hazai íz. És ettől legalább nem ez fokhagyma ízű a szám. Igen. Lassan már mindent hungarikumnak élünk meg egyébként. Na mondd! Na, hogy megint kezd begyűrűzni az, amit már egyszer annak ide évekkel ezelőtt beszélgettünk róla, hogy kezdik pakolászni megint ezeket az időkapszulákat. Most egy nagy kampány van itthon megint, hogy nem tudom mikor lesz most lebocsátva egy ilyen időkapszula, amiben ugye bele lehet pakolászni üzeneteket, amit már nem tudom 20-30-50 év múlva fognak majd kibontani, és akkor mindenki szépen pakolásza bele a kis üzenetét, a kis receptjét, a nem tudom, valami kis, egy kis pendrive-ot, valami dallal, ezzel, azzal, amazzal, és marha jó pofának tartom. Annól erről beszéltünk, hogy mi is meg akartuk csinálni a saját ilyen kis időkapszulánkat, de most itt újra földobom, hogy ha lenne mondjuk három dolog, amit beletehetnénk, akkor mi lenne az a három dolog, amit beletennétek egy ilyen időkapszulába? Mondjuk azt mondjuk, hogy ott Afrikában leteszünk egy ilyen kapszulát, és 50 év múlva valaki kiássa. Akkor mik lennének azok, amiket beletennétek? Mondjuk nem tudom, legyen egy gondolat, egy étel, mondjuk egy recept, meg mondjuk egy zene. Mikor az 50 év múlva? Ja, azt hittem maga a készétel, mert az nem. Igen, az már nem annyira finom. Egy jó brassóit. Igen, egy jó mágia rakás, de aki 50 év múlva, nem annyira lesz jó állapotban. Hát én a telefonodat, Tibi, hogy nevessenek egy jót, amikor majd kibontják. Te szemétláda. Na, de hogyha tényleg hát, hogy az, hogy az utókornak most valamit tudsz konzerválni, és akkor nem tudom, lehet, hogy van közben valami világégés lesz, és csak ez marad fönn, ebből kell, hogy táplálkozzon a jövő nemzedéke, hogy mi mit hagyunk rájuk, akkor mondjuk legyen egy bölcsesség, egy zene, meg egy étel. Bölcsesség, zene, étel. Melyik dal lenne az, amit megmentelél az utókornak? Ha minden Winchester porrá válna. Csak egy nem akarjátok kimondani azt a kaszatibit, mi? Na jó, ja, ezért érdekes az Ezerhold és Némi csillagot. Na, kezdem én akkor, hogy megmenteném a Rizskokom receptjét. Megmenteném a Vallomás című dalomat felvételen és kottán, és lenne egy gondolat, ráírnám nagybetűkkel, hogy de van. Nagyon szép hármas gyerekek, nagyon szép. Nem ilyen szántó dolog ez egyébként, ez jó. Hát figyelj, hát, 50 éve, ráadásul Afrikában, tehát ez az abszolút jó. Úgyis el fogják használni, a dobozt fogják, csak kiborítják, mi ez a szemét benne, és elviszik termosznak. Mik ezek az időkapszulákat? Hova tudod teletenni, vagy ezeket kihasználják? Ezeket lebetonozzák, ez úgy néz ki, mint egy ilyen bazinagy termosz, vagy egy ilyen urna, és azt lebetonozzák egy ilyen betonizébe, és akkor az megvan adva, hogy mikor bontják ki. De, na nincs semmi, hogy mi az, amit lenyomnátok? Hogyne, hát na. Figyelj, várja, mi lenne mondjuk. A szejtános tofu. Esetén. Hát de figyelj, egyébként nem más messze a valóságtól felé. Én például a saját szejtános vadas marhámat zseblengombóccal, hogyha már receptről van szó, én azt nagyon szívesen közkincsé tenném a jövő vegetáriánusai számára. Az idézet az lenne, hogy rövid az élet, hosszú a sír, mindenki amennyit bír. Igen, mivel, hogy ez nekem is arc poetikám. Ugye egyrészt a Dallas pedig Dallas tenném bele. Egy évad Dallas? Azt mondja, hogy okulásképpen pedig a dal, amit elküldenik, az pedig a krasznai tünde. A dzsungel. Című borzalma lenne. Na Balázs! Azt is okulásképpen. Na Balázs, szálljál be. Egy bölcsesség, valami az utókornak. A könyvem pendrive-on. Igen. Az megvan egyébként, hogy hatanuljon az utókor, igen. Milyen rohadt önzőek vagyunk. Tehát senki eddig olyat nem mondott, ami nem a nyomorúságos életét készül éltetni ebbe az urnába.
Hát de most nem azt kell megtalálni, ami minket jelképez, vagy ami rólunk mond információ, hát nem? Az emberiségről, önmagáról? Ja, rólunk? Vagy magunkról? Várj, állj, hát, mert én úgy értelmeztem, de ahogy hallom, mindenki úgy értelmezte. Igen, igen, de hát ha rólunk kell, akkor várj, akkor én is átfogalmazom, mert akkor én akkor beledobom az urnába egy 200 000 áfával 30 perc. Nem áll. Na, Feri. Én azt a dalt tenném bele, amit annak idején hárman énekeltünk, emlékeztek? Még a régi rádióban volt egy rap dalunk. Jesszus. Ah, nagyon rossz volt, emlékeztek rá? Hát tényleg valami zenekart alapítottunk, és akkor ott daloltunk, igen. Igen, de az szörnyű volt. Az azért tenném bele, hogy bizony mi ilyet is tudtunk. Afrikában kaját beletenni bármit tehetsz, mert gyakorlatilag most a két srácnak, de már nekem is a második hét közepén az volt, hogy bármi lehet, ami nem ottani. Bármi lehet, mert megőrülsz attól, ami az az íz van. Tehát ott egy nem tudom, egy rakott krumpli, vagy egy krumpli paprikás recepttel már szerintem Isten császár vagy. Ne is mond. Na de csavarjunk egyet a jó rakott krumplin. Tehát, hogy ha mondjuk az, hogy az időkapszula dolog, ezt most nem kimerítettünk. Lenne egy másik fajta időkapszula, amit át lehet dobni egy ilyen kis téridő ablakon, és mondjuk a 20 évvel ezelőtti önmagad megtalálja, hogy az utcáni belerúg, néma, mi ez, kibontja, és lesz benne neki egy üzenet. Akkor mit tennétek bele egy ilyen kis időutazó kis kapszulába, amit magadnak tudsz visszaküldeni valamit, nem tudsz túl sokat, de néhány üzenetet vissza tudsz magadnak dobni a 20 évvel ezelőtti önmagadnak. Akkor én mit? Tudom. Ne vegyél fel frank hitet. Bizony. Óvakodj a svájci franktól. Jogos. Menekülj, ha rád akarják beszélni, ne higgy nekik. Hát ne higgy nekik. Jani, neked... Hát a lakosság nagy többsége ezt küldené magának szerintem egyébként. Óvakodj a deviza hiteltől. Igen. Nem. Én azt küldeném neki, hogy a jövőbe megy, vagy a múltba? Múltba, akkor azt üzeném neki, hogy a spanyolokra ne fogadj, már az elődöntőben mennek a levet. Vagy valami hasonló. Tehát, hogy ennyi, érted? Igen, újra sikerült. Rendbe tenném a jövőmet a múltban. Csak az a baj, hogy látod, mert megint mindenki az önző, tehát már megint mit akarsz, miért küldöd vissza az infrakat? Miért? Saját magunk. Hát nekem egyébként nincs is svájci frank hitelem, én most a lakosságra gondoltam, hogy ezt üzenném a kollektív magyar tudat miatt. De nem ilyeneket kell. Senki ne vegyen föl. Na, mert olyanokat lehet, tehát sokkal több fantázia van. Tehát például lehetne ilyet visszaüzenni a gyerekkori önmagamnak, hogy ne higgy apádnak, csináld nyugodtan, nem igaz, hogy el tud fogyni. Igen. Nem sorvadsz el. Nem lesz tőle gerincsorvadásod. Igen. Ne hidd azt, hogy a szüleid nem tudják, mit csinálsz a szobában, tudják. Igen. Hidd el, tudják. Ők is voltak gyerekek. Ballal is megy, ne hallgass a bátyádra. Ballal is menj, ne hallgass a bátyádra. Feri, te mit üzennél? Én nem 20, én 40 évvel ezelőttre küldeném vissza, és azt írnám rá, hogy 6 évesen hidd el, hogy nem jó az kisollóval a konnektorba nyúlni. Igen, vagy lenyald meg a villanypásztor. Ez nekem, igen, vagy pedig az. Azt lepisíltem egyébként a villanypásztor, de az is egy jó tanács lenne. Figyelj, egyébként ilyen van, nekem is, tehát hogyha például visszamennék, azt mondja, hogy konkrétan, mondjuk 34 évvel ezelőtti önmagamnak például azt üzenném, hogy ne menj be az építési területre, és ne ugráljál bent gumiszandálban, mert vannak deszkák szegekkel. A gumiszandálon nem lepődöm meg. Hát, figyelj, az akkor kompatibilis volt. Ugyanez. Szombathelyi önmagamnak tudnám üzenni, szintén egy ilyen 30 évvel ezelőtt, ne hasd azt a hintát, barom, mert ki fogsz esni, és betöröd a fejed. Tehát, hogy ilyen praktikusokat lehetne. Ezek azért jól tudnak jönni. Balázs, mitől óvnád meg magad, hogy volt-e valami olyan kis botlás, amiből még ki tudnád magad segíteni túl a kollektíva segítésén? Ne ijedj meg az elsőtől, bármit is látsz, nem harap. Nem fog megenni. Fura lesz és szőrös, de nem harap. Ne. Igen, és zárd be az ajtót, mert anyád be akar majd jönni. Igen. Rezső bácsi nem az imbusz kulcskészletét akarja megmutatni a pajtában. Igen. De valami hasonlót egyébként én is tudnék, igen. Na, de ezek érdekes dolgok, ezen az ember túl sokat gondolkodni. Hogy lenne valami, amit átadnál magadnak, hogy kicsit jobbá tedd az életedet. Én például még egy tudnék magamnak így jobbító szándékkal, hogy ne szorong, még jót fognak, vagy hozni fog majd sikert ez a húsos ajak.
Ne izgulj, egyszer visszajön. Ezek a lédús ajkak még nagy sikereket fognak segíteni. Félve kérdezem meg, hogy a mobiltelefonok megdeformálásáért, az autód üzemben tartásáért és újratankolásáért, valamint a jövő időkapszulának megteremtésére jogos-e a taps és a sikor? Nézd meg, hogy adom. Azonnal adom. Egy hét múlva vagyunk? Nem, akkor vagyunk, de vagyunk. Most csütörtök pénteken van csak munkaszüneti nap, úgyhogy egy hét múlva akkor találkozunk. Jó, jó? Addig is egyetek jókat, mondom. Anna, milyen a Liskó? Szemét. Nem tud beszélni, hogy tele van a szája, de azt mondja, mutatja, hogy nagyon finom. A Zsűl lépét odaadnám egy tárriskókért, málna szörfel, azonnal, ebben a pillanatban. Most már nincs sok meg belőle hátra, de igen, hát vannak még részek, amiket esetleg fel lehet dolgozni. A Zsűlnek már minden testrésze gazdát cserélt, nem? Valami, figyelj, a fülét meg az egyik kezét találok, hagyjátok meg, valami rántott tudjon tájé keverni. Még találok. Tibi, köszönjük. Sziasztok szépen, hogy itt voltál, egy hét múlva találkozunk, ciao, 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. Másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 10 lesz pontosan 3 perc, ahol mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Ma megvitattuk a segélyhívó szám előnyeit, hátrányait, ugye a 112-t, mert hogy több mint 2.230.000 hívást regisztráltak május 19-e óta, és kiderült, hogy ezen hívások 72%-a értékelhetetlen. És arról kezdtünk beszélni, hogyha nyilván ezek ugye vagy mellétárcsázások, vagy telefonbetyárkodások, hogy mi mit csináltunk régen, hogyan és miképpen telefonbetyárkodtunk, és miért élveztük ezt a nagyon primitív szórakozás lehetőséget, hogy fölhívtál valakit, bemondtál valamit, majd letetted a telefon. Gyerekes csínyekről volt szó egyébként, és mi például segélyhívószámokat egyáltalán nem hívogatunk, ezt mi maximálisan elítéljük a most is, ezek inkább privát lakásoknak a számai voltak. Így van, erről beszélgettünk, hogy ki hogyan telefonbetyárkodott, és felhívtuk Hajdubé Istvánt, mert hogy ugye beszéltünk róla tegnap, drukkoltunk neki, és tegnap délután jelezte, hogy szívesen beszélne velünk, kedvel minket, ráadásul sok-sok tévinformáció jelennek vele kapcsolatban, és ezeket szeretné itt a Morning Show-ban tisztázni, úgyhogy nagy örömmel vettük, hogy nyilatkozik nekünk, felhívtuk, és hát megnyugodtunk, hogy már túl van a nehezén, nagyon helyes történeteket mesélt nekünk, és elmondta, hogy valójában mi történt vele pontosan, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. 10 óra lesz pontosan 8 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hívjuk a nap hallgatóját, és igen, ha mondja, hogy Morning Show, akkor ővé az ajándékcsomag, aztán szépen búcsúzunk. Csavi megjött közben? Itt nem van, látom. Itt van. Hello, már Csavi, most jött be. Jó reggelt. Itt vagyok, hello, szevasztok. Hello, mi újságban, jó vagy? Minden rendben, kicsit esik az eső, sőt nagyon esik az eső, ez megbénította a közlekedést, de itt vagyok, időben. Nem én csörgök. Nem, hívjuk. Oké. Okay. Nem kell a csomag. Halló? Ó, oh, hello! Sziasztok, nem mondjátok! Te nem mondtad! De, Morning Show, hello! Mi mondjuk! Nem, mindegy, Kerim, én mondtam, esküszöm, csak akkor biztos, hogy rossz volt a vonal. Ja, esik az eső, és amiatt van az is. Igen. Petya, hello! Igen. Írtál nekünk egy nagyon helyes SMS, hogy a telefonbetyárkodásról beszélgettünk, hogy mit csináltunk 20-25 évvel ezelőtt. Azt írtad, anyámat egyszer felhívták telefonon, hogy a csatorna portalanítását végzi, és megkérték, hogy fújjon bele a kagylóba, és az édesanyád bele is fújt, te meg ugye dőltél a röhögéstől. Ezzel igen, az SMS-sel, igen, ez megtörtént. Igen, ez valóban megtörtént. Aztán később kiderült, hogy itt a megyei újságnak az egyik ilyen tanuló brigádja, ilyen fiatal lányok jól érezték magukat, aztán ők betyárkodtak. De ez jó, ez nagyon aranyos folyam, nagyon tetszett nekünk. Igen. Petya, te vagy a naphallgatója, ajándékcsomagot nem tudunk adni, nem mondtad, hogy Morning Show, ettől nyilván, ettől függetlenül a kitüntető címet viselheted, csak nincs ajándékcsomag. Ja, de azért nagyon szépen köszönöm. Hát mi köszönjük, hogy minket hallgatsz. Helyileg hol hallgatsz minket? Szekszárdi vagyok. Szekszárdom. De jó, igen, jól van. Petya, köszi, hogy írtál SMS-t, vigyázz magadra. Igen, köszönöm. Sziasztok, hello. Hello.
Anna itt közben szól nekem, hogy van egy csomó minden nyereményed a reklámblokkban, azért azt meg tudod hallgatni, tehát nyersz dolgokat, jó? Majd figyelj! Jó! Valószínű, hogy már van egy plusz nyereményünk, az ajándékcsomag nincs meg, de rengeteg plusz nyeremény az megvan, ez majd a reklámblokkban lesz hallható. Na és a többieknek mondom, akik esetleg nem hallották volna, nagyon fontos, ez egy alapvető program, ajánlom mindenkinek, akinek van internete. Nemrég meg kiállítás nyílt a Balázs Sebestyén magyar származású dél-afrikai fotoművész képeiből az instagram.com/classfmmorningshow címen, jó, keressétek, lájkoljátok, nézzétek meg, nem kevés meló van bennük. Egy 4-4,5 napig effektezem egy képet, úgyhogy egyébként 3-4 naponta jönnek a képek. Csabi Kám, remek zenéid lesznek? Hány kép van ott most? Kettő? Á, nem, már egy csomó fönn van már. Tudom, hogy már felemész titeket a, hogy hívják ezt, Honvágy? Az. Ezért aztán az. Nem a legújabbak közül, de ajánlok nektek egy dalt, a George Ezra-nak a Budapest című dalát. Oh. Kicsit pityeregjétek ott, jó? Meghallgatjuk. Jól van. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00. Ha szeretnétek tőle dalt kérni, akkor tegyétek meg, ja. Jó? Mi pedig jövünk holnap, utoljára héten, mert hogy ugyan itt nincs, ugye, október 23-a, de hát ha otthon az van, akkor mi is szünetet tartunk itt. Tényleg? Bizony, holnap vagyunk utoljára. Nekem annyira mit fogtok csinálni reggel? Holnap reggel beülök. Hát holnap reggel még ülj be, mert holnap reggel vagyunk, holnap után reggel már jövő. Holnap után? Igen. Ja, jó. Igen. Akkor már nem lesz kedve. Holnap megköszönöm, ha jössz. Jó, itt vagyok, számíthatsz rá. Köszönöm szépen. Csabi, jön a kívánság műsorra, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül.